Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 14 perccel. Itt a péntek végre. Ez mindenképpen jó hír. Hello, Feri, hello, Jani. Jó reggelt. Mindenkinek kicsit tekergetünk, kicsit ráadunk, jól is jön az. Igen, olyan furika. Ezt itt ki, azt ott be. Ezt ott fel, azt ott le. Igen, picit halkak vagyunk. Na most ezt... Most kezdünk. Most kezdünk megjönni. Így van, na mi újság van, gyögyörű idő van, süt a nap végre. Az a meleg, amit hetek óta, napok óta mondok, hogy majd jön, ez most már végre itt van. 12 fok, szikrázó napsütés, és ez egyszerűen gyönyörű. Ha mondjuk nálunk így tegnap délután, így teljesen váratlanul a semből leszakadt az ég. Olyan eső volt, hogy elképesztő. Aztán meg beköszöntött ez a szép derűs, amit most is láthatunk. Egy darab felhő nincsen az égen, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó kilátásokkal nézzünk elébe a hétvégére. Jó lesz, 27-et mondanak már vasárnapra, úgyhogy lehet jönni, menni, tervezni. Gyakorlatilag azt mondja, szombat, vasárnap, hétfő, jó idő. Kedre mondanak valami kis esőt, csak itt szerdára meg egy kis hötyék, meteorzápot, semmi extra. És utána meg egy kis utána egyszer meg. Csak. Igen, annyi ónus esőt mondanak, kölcitálás és hideget hétfőn, de a hétvége nagyon jó lesz, úgyhogy erre gondoljunk. Zuhan 10-20 fokot megint a hőmérséklet, úgyhogy szuper lesz. Figyelj csak, nem tudsz olyat csinálni, nincsenek ismerőseid újságoknál. Na, hogy mindenhol van. A levágott hajú képeidet ne közöljék, mert megijedtem tőled. Hogy úgy nézek ki, mint egy ilyen utolsó stádium. Nézd meg, most már megnőtt a haja, ugye nem is emlékszünk rá, szinte a fél évvel ezelőtti eseményekre volt egy fogadásunk, nyertem, levágattad a hajadat, és most ezt szerintem most már ebből sportot csinálnak, hogy nem olyan fotókat közölnek rólad, ami hát épesző embernek így elsőre eszébe jutna. Mutatom, jó, aztán döntsd el, tessék, ott vagy kis képben. Ugye, hogy milyen? És Jézus, ez 5 hónapja volt, 6 hónapja. Mert soha nem fotóztak annyit, mint abban az időszakban. Betáraztak ezekből a képekből, és hát mindegyiket el kell sütni. Lehet, hogy egyébként megjelenés után fizetnek a fotósoknak, nem? És akkor az már úgy van, hogy úgy is kész van, hadd szóljon. Oké, ez kipipálva, igen, ezt még nem, igen, jó, akkor jó, igen, ez új kép, akkor fizetünk. Akkor ez Jézus Mária, tényleg úgy ezek, mint egy utolsó stádium most, igen. Ja, ezzel ne is vicceljünk, mert nagyon szép voltál akkor is. Atya Isten. Akkor is, de az ott ráadás egy ilyen hülye kép, egy kicsit így az arcod el van rajta, nem, húzva. Nem szerencsés. Egy ilyen, igen, beesett arcú. Nem okozta olyan meglepetést, egy magozott cseresznye, vagy egy egészséges fejbőr koncerten. Igen. Nem is értettem, mit csinálok a bulvár újságban, de aztán rájöttem, miről szól a cikk. Mind a kettőben benne vagy. Tehát csak jelzem neked, hogy csak kis mellékzőnge, hogy van belőle szénsavmentes is, tehát nem kell feltétlenül kiráznod belőle a szénsavat, aztán visszatérhetünk az előtt témába, csak picit nézé. Van ebből az ásványvízből szénsavmentes? Igen, jó, majd hozunk, ne légy, ne. Másik kupakos. Ne rázgass ki belőle, mert ezt fogjuk hallgatni egyébként 9-ig, hogy bele a pultba. De itt nálunk van ebből szénsavmentes? És van fehér kupakos? Igen, a fehér kupakos, a mentes kék, az meg a savas. Miért erről ködöm én? Hát még a rócson kaptunk ásványvizet, egy másfél literes kis palackot, ráadásul. Bolsodi ásványvíz. Igen, rányomtak minket a palackra, megláttam, mondom, de jó, akkor be tudom vinni a napi folyadékbevitel, csak ugye áll szénsavas, ezért itt most finoman elkezdtem megszabadulni a 6 gram per liter szénsav mennyiségtől. Most azt olvastam, hogy nem baj a savas víz, mert egy darabig üldözték. Na most már az sem baj. Hát most de tényleg baj volt. Már semmi, és ezt mondom, hogy eddig baj volt, és most azt mondják, hogy így mértékkel fogyasztva még jót is tesz a belsőnek. És az a jó egyébként, hogy rengetegen imádják egyébként a savas vizet, köztük én is, és ezért nem iszunk, vagy nem ittunk hosszú időn keresztül, mert hogy az árt. Igen, az árt. És kiderül, hogy nem árt, akkor nyúlok, hogy én meg értem, nem tudtam egy jót büfizni. Mindegy, azért még egy kicsit rázok rajta. Persze, rázza rajta. Akkor megisszuk ezt is. Mi a másik? Az a Hunadal. A Hunadal. Tegnap elmondtuk, és akkor mostan megírták, hogy tulajdonképpen mi komolytalanná tettük ezt az egész versenyt. Úgy szívesen mondanám, hogy nem mi neveztük magunkat. De hál' Istennek ezt egy komoly újságban írták. Ja, hát az most mindegy, komolytalan, igen. A Fonogram Gála, Balázsék dalát is díjra jelölték, ami viszont jó hír, hogy a többi jelölt nagyon szeret bennünket, tehát Kisgrofó is elmondta, hogy egyrészt hát, hogy örül a saját dal a sikerének, de teljesen jó poén a mi dalunk, nincs vele semmi gond. Színe Linda azt mondta, bocsánat, Pajzán
igazán mulatos a mi dalunk, tehát belefér a kategóriába. Tillinger Attila, mert hogy ő az Attila. Igen, ő Kökény Attila. Nem. Tillinger Attila. Ja. Tillinger. Ja. Azért. Tillinger. Azt benéztük egy buli Attila. Jó, hát mi se lehetünk 100%-os egy gyerekek. Én sem tettem, hogy házi buli Attiláról van szó. Tehát, hogy nem a Kökényről. De mindegy. Na, ő mondta, hogy nagyon a közönség szeretete és elismerése nagyon jó. Majd szerzünk. Jó? Igen? Úgyhogy mindenki szeret bennünket, itt még szép hajad de van. De miért tettük komolytalan rá? Hát hadd kérdezzük már tényleg így most így bátran és őszintén vissza, hogy mitől is, miért is? Hány olyan vidám, mulatos dal van? Tudod, egyébként, hogy a borsnak aki, minden fáj. Mindenük fáj, mindig. Tudod, hogy ha velük van kapcsolatban, akkor nekik fáj az élet. Az egész mulatos műfaj egyébként a szórakozásról meg a szórakoztatásról szól. Persze, ne törődj velünk. Fáj nekik, minden fáj, az élet fáj nekik. De ez ki lett adva? Nem tudom elképzelni, hogy van egy szerkesztőség, ahol dolgozik. Most is ott valaki is jegyzett el. Hogy most hallgatja, vagy önerőből hallgatja, mert egyébként szeret bennünket, aha. Csak valaki azt mondta, hogy fél, ha ezek bármit mondanak, azonnal rúgjunk bele. Ha minden ellenségemnek csak annyi szeretetet kívánok, amennyi szeretet árad felénk, abból a szerkesztőség. Fáj nekik. De nem gyűlölhetnek komplet bennünket, érted? Elég, ha engem. vagy téged. Még én röhögök rajtuk, de annyira mindenki. Nem tényezők, hogy én remekül szórakozom. Minket megkapnak csomagáron. Minden cikkük a gyerekek. Sajnos a mai világban Magyarországon a bulvár újságírás az ilyen. Hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Nem vagy piacvezető, akkor mindenbe bele kell kapaszkodnod. Ebben a formában pedig a Blik a piacvezető, ez pedig egy óriási fájdalom a borsnak, úgyhogy sose lesz piacvezető, nem is volt piacvezető, úgyhogy muszáj kapaszkodni. Na ezért mit kapsz a hétvégében? Ja, engem figyelj, halálosan nem érdekel. Írják a többi mellé. Olyanok, mint a kis csivavák, tudod, akik így neki rohannak a nagy kutyának. Tudod, nem vagyunk piacvezetők, nem tudunk mit írni, akkor majd dühösek vagyunk. Tehát írjanak, tök jó buli a fonogram, meg tök jó, hogy elvetek nekik. Meg megvárjuk. Fáj minden, úgyhogy bármit is olvastok a borsba, fenntartásokkal kezeljétek. Ennyit tudunk hozzátenni. Ha még olvasna. Ha még. Igen, hallgatóink azért ennél értelmesebbek. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS nézzünk. M7-es Pákozdi pihenő Székesfehérvár felé trafi, ezt Jóci küldte nekünk. M3-as Pestőrkálig jó járatos, trafi se baleset, gyenge forgalom, Andor a szállító írta nekünk. A hét utolsó nyerő játékosa szereték lenni, jött ez is SMS-ben. Hajrá. Micsoda? Bali, most, hogy így megnőtt a hajad, nem akarsz fogadni újra? Tücső vagy tücső érő nekünk. Nem, ez egyszer jó volt. Nem lehet ezt eljátszani. Fiú, képzétek, most találtam meg a Fábri Show-nak azt az adását, amikor búcsúzott a Danubius és a Sláger Rádió. Olyan tényleg. Cukik voltatok, Ági. Ági küldte nekünk. Tényleg, mi akkor bementünk a Fábriba, és volt a nagy rádió. De jó show. Volt. Igen. A Bocskorékkal, a Vogáékkal, a Bumeránggal. Igen. Találkoztunk bumerángos pólót. Igen, csináltunk benne nagy, hogy hívják ott, ilyen pillanatragasztó tesztet. Az nagyon jó volt, igen, fölragasztottunk fordítva. Igen, hogy működik-e a reklám, gyakorlatilag egy tesztalelke rovat volt. Igen, megcsináltuk élőben. És működött, tök jó volt. Illetve hát nem volt jó, mert egy kicsit szomorú volt nyilván a sztori, hogy ott véget ért valami. Igen. Most meg... De hát mindennek a vége valami újnak a kezdete. Az biztos is, de szépen tetszett mondani. Köszönjük, 168. oldal lesz. Igen. Azt mondják, hogy nagyon jó az AC/DC az Axellal, mert írja valaki, hogy volt Bécsben. Úgy sajnálom, el akartam menni. De ez miért húsant el? Mert azt annyira úgy mondtad, hogy gyerekek, megyek. Nem tudom, elfelejtettem. Igen. Elfelejtettem, ki akartam vinni a gyereket, mert nagy AC/DC, meg nagy Guns rajongó, és állítólag zseniális. És Bécs. Nagyon szereti, tehát Guns és AC/DC állandóan hallgatik el a kocsiban, mert ha jön a Guns, akkor biztos, hogy viszem. Meggyógyult már a lába ennek a gyönyörű ember? Nem, még ül. Az óriási, még ül egy trónszéken. Gyakorlatilag az egész zenekar, Angus ugye a szokásos módon végigkocsáz a színpadot, a főnök meg ott ül elül és énekel. Jaj. Igen, Axel, ugye nem eltörte a lábát egy Guns koncerten. A ródok így húzgálják ilyen izével. Nem, ugye baromi nagy trón van neki építve. Legalábbis a Guns koncerten az AC/DC nem tudom mibe ül, de ott is ezt el tudom képzelni, hogy viszi ezt a trónt.
Most egyébként szó van arról, hogy átjönnek Európába. Bizonyám. Szó van németországi turnéról, londoni Wembley koncertről, esetleg budapesti koncertről. Meglepődtünk volna, hogyha kiadják ezt az óriás zicsert. Tehát, hogy... El is megyek, bárhol lesznek, azt megfogadtam. Tehát, hogyha lesz ez Németország vagy Anglia, akkor veszünk kettő, három repülőjegyet, és akkor elmegyünk. Ő szállítólag jönnek át Európába. Már úgy ért, hogy aznap várt ki, tehát, hogy mire színpadra lépnek. Hogy nem késik, képzeld el. Nem, képzeld el a gyerekkel. Nagyon játszottak ugye Kaliforniában, azon a nagy fesztiválon, a Coachellán játszottak már Mexico Cityben, pontos, ott van, kezd, ott van. Az AC/DC-vel alázatos, nincsen semmi sztárral, úgy kijön, énekel, Axel meg megváltozott. Azt mondják még, hogy hétkör kezdődik. Kilencre, akkor megjelenik, körbenézés, belevág. Szóval baromi alázatos, jól csinálja, nem késik, és ott van. Itt volt az ideje, így 50 fölött. Hát gondolom Slash-ékkel is azért így állapodott meg, mondta neki a Slash valószínűleg, hogy figyelj, áram, szóval ezt eljátszod, akkor én biztos, hogy lehet, hogy jól megyek vele. Tudod, azért, hogy hívják az apró betűs részt is, és hogy minden fél óra késés után a kötbért fizet, te kis rohadék. Hogy... Az áruk 3 millió dollár, tehát ezért nincs, jönnek el. Nincs. 860-900 millió forintért jönnek el. Amit egyébként, ha kiszámolsz, hogy mondjuk ott van 50-60 ezer ember egy nagyobb koncerten, és mindenki fizet mondjuk 30 ezer forintot egy jegyért, vagy 20 ezeret, akkor egyébként mennyi? 60 ezerszer 30 ezer. Na, ezt most gyorsan számolja ki valaki. Akkor vissza is jön egyébként, nem? Vissza, hát ez mindenképpen jó. Ugye, tehát elhozod őket, mennyi? Most várj, hol a számológépen? Tehát mondjuk van 60 ezeren vannak egy nagyobb, ugye ez nem stadion koncert, vagy lehet nagy stadion koncert, ami nálunk nincs, de mondjuk egy szabadtér, mint mondjuk a Sziget. Ott mondjuk 60 ezer ember, szor, fizet mindenki, mondjuk 25 ezeret egy jegyért. Magyarországon olcsóbban próbálják lenyomni, de 25 jó, van egy átlag 20 mondjuk. Jó, legyen 20 ezer forint. 1,2 E9. Az egy elég szép summa. Ez egy egész E9, hát várjál, nem tudom, én abból nem mennék, hogyha van a címkén. 9-0 az 1-2 után? Igen. Hagyjuk, nézzük az ismétlést. Ez most nem tudom mennyi. Kiszáboldi. Az 1 milliárd 200 millió. Na, akkor abból kijön pont az 1 milliárdos gázsiuk. Tehát, ha egy 50-60 ezeres koncert stadionba teszed, akkor meg vagy, akkor visszajön akkor a pénz. Visszajön. Igen, akkor ez a viszont azt jelenti, fizetni, hogy Budapestre a csarnokban nem tudnak jönni. Nem, állítólag valami nagy szigetes. Meg az vicc is lenne. Persze, Sziget inkább, hát más nem jött szóba. Sziget nulladik nap. Nem, most már ott a Rihanna van, szerintem kettőt nem tudnak kivetetni. Ja, igaz. Aha. Nem úgy értem, azt mondták, hogy valahol egy nagy szigeten lesz majd a koncert ősszel, de nem a Sziget-szigetre gondoltak szerintem. Ami mindig jött, jó. Hát mit tudom én, Madonna is volt már azért ugye nem arénában, Lovardában, kint valahol 30 ezer emberrel, tehát ez megoldható. Na mindegy. A stadion csak 2019-re készül el. A Népstadion helyett? Igen. Úgyhogy máshol meg nem nagyon tudnák vinni. Igen. Na, egyébként azt mondják, hogy már meggyógyult, tehát már ráva énekel. De nem, az mondjuk jó lenne, nem mondjuk, hogy 6 koncert egymás után a Szimába, vagy 8. Nem, a Pecsába. Gyerekek, nem tudunk nagyobb helyet adni, jó, akkor sokat a Pecsába lenne 40 Gánc koncert. A Pecsa helyé, mert ugye már... Ja, már Pecsa nincs is, igen. Tényleg. Na. Oké, azt mondja, hogy ünnepeljünk rockerek. Hallottátok, elindult a Rock Rádió? Persze, hogy hallottuk. Hát foglalkoztunk ezzel. Mármint a adáson kívül, persze, kérdés, hogy mennyire van létjogosultsága, bár ha állami, akkor igazából működhet, ameddig működik, akkor lesz rá pénz, tehát akkor nem kell megtérülni. Ezt az SMS most ért ide? Én beléjük hallgattam egyébként, meghallgattam őket. Jó, akkor még 3 óránként ugyanazok a számok mentek, megdöbbentően ugyanabban a sorrendben, szerintem az még egy ilyen próbaadás volt. Aztán... most indultak el kedden. Igen. Igen, meg az utóbbi 20 év tartozását fizetik most így vissza. Tehát, hogy én is lejátszák annyiszor, amint le kellett volna játszani azokat a számokat az elmúlt 20 évben. Hallottam, hogy benn volt az Edda, az egyébként egy jó kis beszélgetés volt. Nem az Edda, a Huligensz, a Tankcsapda. Hát, igen, komolyakat a stúdió, hogy lehet benne élőben zenélni. Ja. Most képzeld el, ott ülnek Gömöri a sarokba mellett. Igen. Egy ilyen tulajdonképpen stúdió. Itt nem. Jézusom. Én láttam azt a stúdiót képeken, az nem stúdió, az egy iroda, amiben van egy stúdió. Tehát az egy rendes ilyen szalagfüggönyökkel, tehát, de olyan térben bent, hatalmas. Egyébként tök jó. Figyelj, szerintem létjogosultsága Magyarországon igazából nincs, most ezért utálni fognak engem. Megtérülés szempontjából legalábbis nem tudod finanszírozni. De ha állami és van rá pénz, akkor ez végletekig elketyeg úgy, hogyha nem kell behozni a bevételt.
Magyarországon sokan próbálkoztak már ezzel, önmagát ez nem tudja kitermelni. Mert nincs annyi rádióhallgató, azon belül a csak rockot szerető. Aha. De nagyon kell egyébként, nagyon hiánypotló. De, hát, azért de mindenképpen hiánypotló, persze. Rockfronton egyébként egy óriási nonsens az egész ország, tehát valljuk be őszintén, tehát az, hogy hihetetlen nagy zenészek, akik 30 éve tolják, kénytelenek, mit tudom, hogy 4-5 különböző zenekarban játszani azért, hogy egyetlen fent tudják tartani magukat, ez totál nonsens. Tehát, hogy egy alapja, akit a Steve Lukather is megsüvegel, hogy hívják mindenféle fellépések, zenekarok, mellékprojektek, bingizések, stb. Azért, hogy gyakorlatilag felszínen tudja maradni, és még számtalan példát lehetne mondani. Ez totál nonsens. Már nem tudom, ez mennyibe fog változtatni. Hogy hát reméljük azért, hogy valami jó, legalább hát, a jogdíj, játszás díj. Mondjuk ott inkább Atiska. Hát én is azt gondolom, hogy az, hogy az alapi mondjuk fent kell, hogy tartsa magát, ez nem feltétlen a Magyar Rádió hibája, hanem a főnökség hibája. Tehát, ott át kell tárgyalni a szerződést az alapival, és az Attila közötti szerződés, hogy ne 90-10-be legyenek, hanem mondjuk legyenek egy 60-40-be. 60 Ati, 40 zenekar, tudod? Tehát, hogy így. Szóval, na igen. Mindegy, drukkolunk nekik, persze, egy csomó régi kollégánk van ott, úgyhogy hajrá. Tök jó, hogy van egy ilyen rádió. Minél színesebb a rádiós paletta, minél több minden közül lehet választani. Mindig azt mondjuk, annál jobb a rádióhallgatónak, annál többen szeretik a rádiót, annál többen hallgatnak rádiót. Hallgassanak rockot, hallgassanak technót, hallgassanak minket. A lényeg, hogy legyen rádióhallgatás. Hát látjuk, érted, mi valahogy ne, illetve nem mi, hanem hogy nálunk be van szerkesztve egy rocknóta, akkor milyen ováció van itt az SMS falon, azt látjuk, ugye? Igen. Tehát, hogy azért szeretik az emberek. Ír a Mónika, a Virág, meg még van, mindenki, akit megkértél, hogy írjon. Így van, de mindig rosszul írja a kultúra nevét, hogy gyerek, de mindig hazai inspektorom a kezdet. Mindig írnak négyen, akiből három a családtagod, mert látom a telefonszámot, de hát se baj. Na, jó van, az ismétlés most elmaradt, mert elbeszéltük az időt, de nem is baj ez. Hát nem is baj. Nem is baj. Ez egy opcionális dolog, ha elbeszéljük az időt, reméljük, annak is örültök. Ő az M0-as 66-os, 65-ös kilométerek között óvatosan Atis Német küldte nekünk. Meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán lejátszuk a hét utolsó fekete féligen nemét. Jelen pillanatban hogy állunk? Nagyon jól. 2-1 lehet csak az állás mögé. Oda. Tegnap elbuktuk. Tehát vihetik a hetet a hallgató. Elvihetik. Na, hát akkor valaki olyan jelentkezzen, aki aki képes elviselni ezt a nyomást, hogy akár három hegyre is elpopsizhattok bennünket. Itt valami komoly ember kell. Így van. Valaki olyan, aki bírja a nyomást, nem aztán valami kis. Így van. Tehát aki már ki tudja mondani ezt, hogy papa, mama, tejbe papi, ez a három, az már jöhet. Komoly ember legyen mindenképpen, jó? Hozott, hát köszönöm szépen a szalvajas kenyeret és teát. Nagyon finom lesz. Mindjárt él a kávéd és fél tízkor. Most meg kell innom a fejreporomat, mert most ilyen fejreporokat iszom. Úgy crossfit teszek, gyerekek, hogy nem sokára nem fogtok rá. Meg volt a második kezdés is? Heti hármakat nyomok. Megőrülsz, annyira jövök. Na. Köszönöm szépen a szapszeletet. Ott amik így beszélgettek egymással, mert ez mulatságos, átmennék egyszer. Nem, csak most mindennek kell köszönöm. Amit jönnek, igen. Megmostad a kezedet. Hát szeretünk. Menjünk fel a szobába, alszanak már a gyerekek. Aludjon. Azért? Persze, hogy azért. Na nem, majd azért, hogy letekerjem a konvektort. Gyerekek, konvektor, ha már mondod. Kellemes. Sonner Duval. Na jó. Egészségedre. Sonner Duval szerelők előnyben a mai napon, jó? Ajándék csomagért, ha értitek. Rohadtul szar hideg vízbe zuhanyozni. Na. Ha értitek, mire gondolok, nincs meleg vízünk, nincs fűtésünk. Azt hittem, hogy a Káni zsűrinek az elnökéről beszélsz. Mr. Sonner Duval, kérem, jelentkezzen. Fél hét múlt 2 perccel jövünk Ákos hírei után. Jó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Fantasztikus voltál, Ákos, mint mindig. Hát, a legnagyobb, tényleg. Elképesztő. Így van, megtiszteltetés volt veled dolgozni. Elképesztő. Három. Hegedüljünk együtt, amíg el nem tudjuk. 3:47. Múlt pontosan 3 perccel, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, péntek van, jó idő van, és hát reméljük, hogy ez így is marad. Sopronból kapunk még SMS-eket, hogy esik az eső, de reméljük, hogy ott is. Csak elhussan ott az ország szélén.
Nem semmi, egy bunyót ja, nézek közben. Aha. Ez kemény. Érdekes szituáció. Elképesztő. Ugye, forrong a világ, gyerekek. Rendőr ellenes ilyen kis, hogy hívják, csapat megtalálta pár francia rendőrt, és aztán egy ilyen kis autót beverték, a szélvédőket felgyújtották, és hát hogy a végkifejlet az az volt, hogy az egyik tüntető egy hosszú, a sajtó azt írta, hogy egy vasrúddal, de az nem vasrú volt, hanem de ettől függetlenül azért úgy ütötte vele a rendőrt, ahogy bírta. És a rendőr milyen volt, és így kézzel hárított, és ment felé. De valami ilyen kis szivacszerű valami volt, az a vascsőtől azért az messze volt, de elképesztő, hogy mit történik. Na játszunk egyet, jó? Itt van a hét utolsó játékos. Ha győz, akkor megvertek bennünket a hallgatók, ami nagy eredmény. Ez így igaz? Szoktunk kikapni. 2-1-re vezetnek, úgyhogy reméljük valaki olyan jön, aki elbírja viselni a nyomást, esetleg el is popsiz minket, mert akkor viszont 3-1, és azért az egy nagyon szép győzelem. Az egy nagyon szép győzelem felettünk, úgyhogy megnézzük ki a hét utolsó játékosa. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, sziasztok. Halló, ciao, hogy hívnak? Ádám vagyok, Győrből, sziasztok! Hello, Ádám! Hello, Ádi! Mit csinálsz, Ádám? Már dolgozol, vagy még otthon vagy? Hát kérlek szépen, én úton vagyok, Pest felé, most éppen, ugye most félreálltam egy megállónál, és meg pont találtam egyet, úgyhogy ez a helyzet, és hát nagyon szeretném ebben neteket elvenni, és nagyon szeretném, hogy hallgatom. Nagyon helyes! Nagyon nagy hetet. Nagyon nyomás rajtad, mert ha megvesz minket, akkor 3-1, ha nem, akkor 2-2, ja. de hoznod kell. Ó, nagyon nyomásra, és mondjátok, úgy ver a szívem, hogy hihetetlen. Komolyan? Nehogy aztán kell baj legyen. Jaj, ne ijeszgess. Hátra vegye, hogy nagy levegőt. Igen, nagy levegő, mélyre, időzz le, jó. Kivel, Ádám, kivel? Kivel? Janival szeretném. Janira teszed a nagyon jó. Na nézzük, mire mentek egymással. Ez most egy fontos játék. Nem akarlak egyik közöket se nyomasztani, de is. Nem mindegy, hogy 2-2 vagy 3. Hát nem, hát. Hát nem mindegy, igen. Nem. Most még kimondhatom, úgyhogy most még kimondtam. Én azért nem szeretném elbukni a hetet, János. Érted. Nekem ez olyan, mint egy teniszmeccs, ahol 4-1-re vezet az ellenfél, döntő szett van, de még hozható. Hagyjál már, hozható. Ne nyomasszál már, érted? Hozható. Én is feszült vagyok. Na megyünk, 3-2 egytes. Ádám, te is feszült vagy? Bocs. Ádám, feszült vagy? Haló. Izgulsz? Ó, nagyon feszült vagyok. Jól nagyon halasz? Izgulok. Haladok. Kérlek szépen. Haladsz vagy hallasz? Hallasz? Haladok. Haladsz is, Pest felé? Haladok és meg hallak is. Pest sokszor? Felé, Pest sokszor jársz Pestre? Ritkán fordul elő, de akkor... Meló ügyben? Hát most éppen kérlek szépen, egy csomagért megyek a főnököknek, megkért, így van, uh-huh. Megkért, hogy hozzak el neki egy csomagot, fogalmam sincs, hogy mi az, de... Mi van a csomagban? Remélem. Kérlek? Mi van a csomagban? Fogalmam sincsen, tehát megmondom őszintén, azt sem tudom. Meggusztálod? Megrázod? Szerintem megjutalmaz azért a főnök, hogyha időben viszed vissza? Hát megszokott utalmazni egy kis dicsérettel, illetve esetleg, hogy valami könnyebb munkát ad. Megsimogatja a buksidat? Hátba szokott veregetni ilyenkor, annak én nagyon szoktam örülni. Hát, ha mindent megpróbáltam. Ezt a nyomasztást, hogy szegény egy mondatot. Pergőtüzet zúdítottam rá, de nem tudtam rajta fogást találni. Igen. Nagyon jól bírja a nyomást. Lehet, hogyha beszélhetett volna, nagyobb eséllyel mondja ki a tiltott szót. Olyan szintű dozerolás volt, hogy... Megmondom neked őszintén, egyszer majdnem megvolt egy utolsó pillanat, amikor megkérdezted, hogy a csomagot kinyitom, hogy azt akartam mondani, hogy hát nem tudtam. De ott azt mondtam, hogy hát megpróbálom. Ádám, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm nektek, nagyon jók vagytok, imádnak benneteket. És ezzel beúsztad a hallgatóknak a hetet. Bizony. Ügyes vagy. Hallgatok, Ádám, van én szó. Sziasztok, nagyon szeretném benneteket. Na, kicsit lepatintottál most, hogy gyertél, de semmi baj, hello. Köszi, Ádám, aranyos vagy. Köszi, ciao, hello. Szia, jó étvégét. Hello. Ó, micsoda offenzíva volt. Srácok, mindent megtettem. Még talán kicsit többet is, igen. Meg se szólalt. Túltoltad a bringát, ahogy azt hallottuk csak már. Csak magammal beszélgettem. Ez egy önbeszélgetés volt. Egy önmagaddal folytatott beszélgetés, ahol a hallgató csak asszisztált. Igazából. Na. Van SD-szerelőd. Van SD-szerelő? Uh-huh. Hát mikro az nagyon SD? Jó. Hát mi? Nem az a... De nagyon kell. Az jó. Igen.
Nagyon kell a kazánszerelő, mert nincs meleg víz. A fűtés még csak hagyjál, mert már fűteni nem igen. kell. Akkor most a rezsón lábosba? Hát, tegnap hidegvízbe zuhanyoztam. Még hogy aranyosan lepocskolod reggel az arcodat a hidegvízzel, az még hagyjánod egy gyerekfürdet és meg te este. Hát azért az hello. A tököm olyan volt, mint egy mazsola, basszus. Tényleg. Mint egy összeszállat mazsola. Rohadt élet, hogy hidegvízbe zuhanyoztam. Igen. Utána hidegvízbe megy. Aztán pedig befordult, és konkrétan. Igen. Mínuszba ment, a tököm mínuszba volt, gyerekek. Mínusz G-be gyorsult a hidegvíz, hogy megérezte a hidegvizet. WC-pukba kellett kicsalogatni a hajét. 6 perc, pontosan 7 óra. Várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Egy nagy-nagy sláger a múltból. Így van, és itt volt velünk az a Tibi is. Csak humorizálunk. Csak humorizálunk. Tibi, ne sértődj meg Tibi most is. Igen, Tibi nem bánts minket. Ezért Tibit kedveljük, ezt a dalt is egyébként. Nagyon kedveljük, ezért is adtuk le. Csak mondom, nem volt eredetileg beszerkesztve. Nem, de úgy éreztük, hogy pénteken szüksége van a népnek. Egy hullócsillagra. Egy hullócsillagra, és nem a Tibire, már csak a dalára, tehát mint a hullócsillag. De hulló. A Tibira, hullócsillag. Hulló. Azért ragaszkodjunk a hagyományokhoz. Így van, úgyhogy a mi Tibink dala szólt itt a Morning Show-ban. Sőréd és csókakő. Ékezet nélkül azért ezt kell melóznom, mire ezt helyre teszem. Csákakó, csókákő, csőkákő. Van egy pár verzió. Gondolom csókakő. Között felújítás zajlik, torlódás várható, érdemes elkerülni Bodaik-Fehérvár-Csurgó útvonalon. Csak slágerek. Pityek küldte nekünk. Ikervár és Sotony. Közteljes az utcár baleset miatt, a tesz írta. Ilyeneket léci ékezettel segítsetek, egy picit léci. A pákozdot azt értem. Be tudom, a helyére tudom rakni, hogy pakozd. Azt a helyére még teszem. Még ózdot is. Még ózdot is, de amikor ilyen Sotony, tehát abba segítsetek picit léci, jó? Tehát a Székesfehérvár jöhet ékezet nélkül, de és a Pécset is megértem, higgyetek el. De egy kettőben azért tényleg segítsetek, léci. Repcelak? Repcelak, igen. Még azt is megoldom, igen. Még Beledet is. Beled felé kamion a kukorica földön kivette a pihenő tótúr, úgyhogy ott is dugó van. Na, jönnek a szerelői felajánlások, nagyon szépen köszönöm, szükség van rá. Hát szörnyű az, amikor az ember konstatálja, hogy nem folyik meleg víz az ő csapjából, és egyben rá is jön egyébként, hogy mennyire elkényelmesedett, mindenféle luxust igénybe vevő emberek vagyunk, akiknek nem jön meleg víz a csapjából, is azonnal oda a zuhanyzás, oda a komfortérzet. Tegnap piros jelzést adott a kazán, már tegnap előtt is, csak aztán azt hittem, hogy sikerült megjavítani, de nem. És hát nincs otthon meleg víz. Városi puhányok, nyavajások. Hát de nem, egyszerűen. Képzeld, hogy nem voltam puhány, ugyanis feleségem óvó ölelése ellenére... Igen. Lezuhanyoztál. Bocsánat, hosszakázzál, jövök. A szomszédot berúgta a hátsó ajtójukat, és lezuhanyoztam. Kicsi feleségem óvó ölelése ellenére, aki hangosan felkeltett, hogy nem merjek lezuhanyozni hideg vízem, mert megfázok, mondom, hát ki vagyok én, egy nemecsekernő. Ne mosdjál le, ne mosdjál le, kérlek. Ne fürdjél le, mondta, hogy nehogy baj legyen. Bevetettem magam a hideg víz alá. Hát figyeljetek, ha az ember szervezete ettől elszokik, akkor azért durva tud lenni az a 2 másodperc. Annyi nem volt. Az nagyon csúnya tud lenni. Tehát a következőképpen néz ki. Állsz rettenetesen nyomorultul, mesztelenül a kizuhanyzódva pipiskedve. Ugye eleve hideg volt a fürdőszobában, mert nem volt fűtés, és azért nálunk ott azért az már Mordor erdeje. A hegyeken. Igen, Mória bányai mellett. Igen, ott már beúrzott a roletát, hogy nehogy belézzen szarumán szeme, ami mindent lát. Felé már, állsz nyomorultul, kicsit megengeded az zuhanyt, és elkezd ömleni a hideg. Bedugod a kis kezecskédet, mint a farkas a kecskékhez, amikor ugye lisztbe mártja, hogy megszokja a kis karod a hidegvizet. Kicsit visszahúzod, mert nagyon hideg, majd berakod picit a vállat, közben nagyon sziszeg, stoporogsz, a kis kukit balra-jobbra, és utána megpróbálod hirtelen egy nagy üvöltéssel bevetni magad a hidegvíz alá. Beállsz a hidegvíz alá, lever a víz, ver a szíved,
gyorsan megpróbálsz ugye lezuhanyozni, majd kiállsz szappanozni. De amikor kiállsz szappanozni, ugye nem vereted magad a hidegvizet, akkor viszont rettenetesen fázol. És rájössz, hogy puhány vagy, hogy elszoktál ettől, hogy megszoktál mindenféle kényelmet, komfortot, meleg vizet. Ugye, igen. Hát ez sajnos így van, az ember hozzászokik. Majd fülighabosan megpróbálsz visszapattanni a hidegvíz alá, és még nyomorultabbul, úgyhogy a gyerek hangosan röhög egyébként az zuhanyzó alatt. Gyorsan ilyen cicamosdással mindenhol megszabadulni a tusfürdőtől és a szappantól. Hát ezt fel kell venni videóra. Annyira nyomorultad és kiszolgáltatott, hogy ez valami elképesztő. És próbálod kitalálni közben, hogy vajon ki csöngetett ilyenkor, és ki egyetlen kívta ki a rendőrséget és a biztonsági szolgálatot, mert hallották az üvöltést, hogy miért volna tényleg átmegyek Gabihoz egy ilyen kis fürdőköpenybe, alattam semmi, kinyitja az ajtót, így ledobom a fürdőköpenyt, ott állok messze, és azt mondom, adj egy kis meleg vizet, Gabcsi. Betolt a boiler. Ide a tökömre. Vagy legalább adj egy melegvizes szivacsot intim mosdásra. Eszembe jutott, hogy mondom, úgyis jóba vagyunk, mert úgyse voltam még nála, egy ilyen sejen fürdőkendőben, köpenyben, köntösben beállítok hozzá, bérzuhanyzó. Hát akkor családostul, menjetek mind a négy. Vonultunk volna egy síró gyerek, pelenkás gyerekkel a kezemben, Vikivel, a Bennivel. Adj egy kis melegvizet. Viki mondta, hogy meleg itt lábosban. Na mondom, az nagyon szép, hogy elkezdjük fölhordani lábosba a melegvizet. Igen. 8-szor melegíted az üstöt, érted, mire ízi a boldat. Fölöntöd valami egy 5 centit sikerül. De nem kádi, van zuhanyzó tálca, az gyorsan megtelik. Kádi zuhanyzó tálca is. Van. Hát, most... Jó, aminek nem zuhanyzó tálca. Azért ezt most azért ne csináljuk, hogy mintha azt mondtam volna, hogy egy 8x4 méteres fedett medence van a házam alatt. Tíz zuhanyzó tálcátok az másnak feszített víztükrű medence. A Viki szeret kádban zuhanyozni. Van egy kád, és van egy zuhany. Hát nem, semmi más extra nincs a fürdőszobában, de van ez is, az is. Na most azért az a kádba azért be kell önteni egy kis meleg vizet. Tehát rájössz egyszer, hogy puhány vagy, hogy elszoktál ettől, úgyhogy most megfogadtam, hogy megpróbálok minden nap hideg vízben zuhanyozni. Hogy hát ha. Új kihívás. Szereted, vagy mi? Ezt hát lehet megszeretni. Meg lehet szokni szerintem. Újabb egynapos projekt. Igen. Nem fogsz hozzászokni, meg sem megszeretni szerintem, mert abban a pillanatban, hogy lesz megint meleg vizetek, ha megcsinálják, úgy el fogsz csábulni. Persze. De hogy könyörögtem a kazánnak, hogy működj, létsz. Kicsit. Tehát, tényleg, hogy pánikba esel. Ennyire érted, intelligens a kazán vagy? Hogy nincs meleg víz, érted? És az a pánik, amikor lekapcsolod, engedek egy kis vízt rá alul, hogy meglegyen a másfél bárnyomás, visszakapcsolod, zölden világít, levegőbe csapsz, elindulsz fölfele, a lépcsőn, ahogy jövök föl, tük, megyek hiba üzenet. De miért nem rakjátok akkor az ízét? Ez zuhanyzott a fél emeletre. Vagy a kazán mellé. Vagy a kazán, vagy a kazánban. Megint piros jelzés. Komolyan mondom. Ki kellett ezek... már dobni a francba azt ezt a kazán. Annyiszor volt már vele problémát. Állandóan baj van vele. Ki kellene cserélni, szereti, és kész. Van egy kötődése. És érted. De hát... Mert hívjam föl a mészáros lőrincet, a gázszerelő, nem, hogy segítsen már. Simán nem, segítene? Hát, biztos van egy kis probléma, mi betolt a kazán. Igen. Mészáros úr, jöjjön már, hát hallottuk, hogy maga nagyon értesz. Erejje már, szónördű vált, hát ismeri ön is, biztos sok ilyen nem volt. Volt dolga régen, segítsen, erejje már meg. Nem tudok menni, visszük bizony egy kémilás, hogy náciszt. Igen. Gyerekek, ha valakinek van jó szerelője, az enyémet már nem merem felhívni. Küldjön számot. De nem. Megfizetem. De ezt se értem egyébként, hogy nem. Mit? Pénteken szerelőt találni? Nem mered felhívni. Nem akarját. Már szerintem már meglátja a számomat, már görcsbe rádul a gyomra. Hát basszus. Az elmúlt egy évben konkrétan elment már háromszor Bora Borára, meg Francia Polinéziába búvárkodni belőlem, érted? Persze, hogy érted. Neki kifejezetten jól esik a hideg zuhany, mert hogy állandóan a trópusokon van. Miért nem viszed a vízforralót haza? Tényleg. Hát azzal milyen egyszerű, azt fölviszed, bedugod a fürdőszobába, megengeded csapból a vizet. Mit csinálsz a vízforralóval? Hát azzal öntögeted magadra. Öntsél már föl egy kádvizet vízforralóval, azért azt megnézd. Még most is ott állnék szerintem, hát és negyedik lenne a kád. Mire a teteje újra meleg, addigra az alja kívül. Két literes, pont elég, hogy löblíts magadra a szappanhabot. Így van. Na, megoldjuk, találunk szerelőt, de ha mondom, csak azért bebiztosítva, érted, nem hagyhatjuk a családot meleg víz nélkül. Cseréljétek le a francba, és a biztonság kedvéért most már ugye jönnek a hosszú nyári nappalok, legyen egy szép, lekent, feketére kent, olajos hordó. Ja, kint a kertben. Az lesz egyébként. Szépen, hogy hívják, a zuhanyrózsával, körbekerítve hullámpalával, vagy ezzel a műanyaggal.
a műanyag hullámpalaszerű, ilyen sárga. Jaj, de szép. Az gabot csináltak teraszborítást. Hogy eltakart magad. Igen, persze, hogy téltől lefelé látszódsz, meg melltől fölfelé. És ott gyorsan matrózuhányzom, igen. Na mindegy, jó van. Vagy pedig kihagyjátok éjjelre a slagot. És az akkor azt megmelegszik? Na persze, persze. Éjjelre? Az még egy picit várni kell. Ja. Igen, mert éjjel még pont 2 fokot nálunk, tehát azért abból nem zuhanzol le még azért olyan nagyon. Most konkrétan talajmenti fagyok vannak még. Hát az nyáron jó, igen, amikor jó idő van, akkor kint hagyod. Azt meg lehet. Na, feldobja neked a 27 fok van, úgyhogy most megvagy. Viki reggel feldobja neked a balkonra a slagnak a végét, behúzott szépen a fürdőszobába, kiengeditek a meleg vizet. Gyere, sok! Zárd el, már idegjön! Zárd el gyorsan. Igen, már nem. Te csak tényleg rájön az ember, hogy annyi mindent megszoksz, igen. Nem? Elpuhulsz. Régen ebben nem volt baj. Idegvízbe zuhany, aztán idegvízbe volt. Indokolatlan ez a márka hűség nálatok. Én azt gondolom, hogy megszolgálta ez a kazán, megszolgálta a méhet. Igen. Na, mi ez az új lehúzási technika? Mit mondott itt az Ákos? Én ezzel mindig úgy csodálkozom, mert azt gondolom, hogy már nem lehet, hogy az emberektől pénzt kicsalogatni, és azt mindig rájövök, hogy banálisabb dolgokkal próbálnak az emberektől pénzt lehúzni, csak nyeritek egyet, hogy témaváltás volt, így van. Tehát, hogy emberekhez beülnek. Tehát én megyek valahova, vezetek. Egyszer csak beül mellém valaki? Nem. Te mész az utcán, idős hölgy vagy idős úr, mész a kisvárosodba, és egyszer csak egy rémült arcú ember lefékez melletted, és megkérdezi, ne haragudjon, segítsen, hogy hol van a helyi kórház. Te idős emberként, mert általában ez is velük történik, úgy, mint ez a gyerekes átverés, a telefonos, elkezded magyarázni, hogy aranyom itt jobbra megy, aztán bal, és azt mondja, hogy ne haragudjon, üljön már be, mert ott van bent a beteg rokonom, nagyon kell sietnem, hogy mondja el, hogy merre kell mennem. Igen. Idős néni beül. Te kapsz közben egy telefonhívást, állítólag a kórházból, aha, és sírva mondod el, hogy az ismerő, hogy a rokonodnak most vágják le a lábát. Jézus, ha nem Isten, viszel, mert kész Centrál Színház. Komoly jelenet van kidolgozva. Így van. Igen. Tehát valaki telefonál, most vágják le a lábát az ismerősömnek, ha nem viszek be 1,5 millió forintot. Nem hiszem, hogy ezt valaki benyalja. Na, hát ezt még valaki benyalja. Tehát levágják a lábát. Ha fizetsz, akkor nem vágják. Akkor nem vágják le a lábát. Akkor érted? Meg lehet menteni. Na és 23 vagy 25 esetben csaltak már ki pénzt így. És azt mondja, hogy úristen, nincs nálam forint, de van nálam egy táska készpénz euróval és dollárral. Azt odaadom magának. Ezt nem hiszem el. Azt odaadom magának, ha ad 1,5 millió forintot. Hát ezt értitek, hogy ezt valaki be... Felfoghatatlan. De kis nyugdíjasoknál, hát hogy van pénz eleve? Ha jaj, mert ha ezt még Svájcban csinálják, ott megértem, hogy ül a mama 3000 euróval, érted? A busz megállóba, oda jön egy pasi, beemelik, hogy soha, hol van mama? Szerintem a kisebb összegre sem mondanak nemet. Hát tehát, hogy azt mondják, hogy hát nekem csak 300 ezer forint, elég lesz. De hol van egy nyugdíjas 300 ezer forint? Hogy? Hát, 5 ezer forint van nála, 10 ezer forint van nála. Hát ez nem készpénz van ott nála, hanem erre a nyugdíjas azt mondja, hogy hát akkor kanyarodjunk már a Kossuth utca felé, ott lakom, és otthon nekem van már 1 millió, nem tudom. Jaj. És akkor? És odaadja a pénzt. Odaadja a pénzt. A jó hiszemű, te odaadod a táskát, ami tele van euróval és dollárral, de nyilvánvalólag addigra már nincs benne egy fillér se, csak mondjuk a tetején 2 darab fénymásolt 100 eurós. A nyugdíjas ezt elteszi, azt mondja, hogy jó van, aranyom, akkor majd hozza a pénzt, én addig vigyázok erre a táskára, amiben ugye 30 millió forintnyi euró van, de már nincs benne egy fillér. Nem, komolyan mondom, nem hiszem. Én sosem az a hibás, akit átvágnak, én nem ezt mondom, de hát eleve beülsz egy vadidegen autójába, idősként. Már eleve nagyon fura. Fölmutat neked egy ládát, amiben van sok 1000 euró. Teljesen irreális a történet. Majd ő kiszáll és ott hagyja a kamuládikáját, a kis kincses ládát, amiben már nincsen semmi, csak hamis 100 dolláros. Jézus Isten! És egy embernek, akit életedben először látsz, az összes megtakarított pénzedet. Meg maga a fölvetés, hogyha ha viszek be 1 millió forintot, igen, a kórházba, akkor nem vágják le a lábát. Mert van az a gyógymód, amit meg tudnak, igen, fizetni, és vagy akkor át kell utalni. Vagy hogy? Vagy igen. Hogy mit mondasz? Hogy működik? Vagy nem, nyilván nem mondasz semmit. Tehát ha beviszel 1 millió forintot, akkor meggyógyul a lába. Hát ez az. Ezért nem értem magát a lehúzás sem, hogy adjon 1 milliót, akkor nem vágják le. Értetek, hogy 1 millió az a kenőcs, amit ő visszanő? De ha nincs 1 millió, akkor tudja, milyenek ezek az orvosok. Ha 1 milliót adok nekik, akkor nem vágják le a lábát. Micsoda hülyeség. Ja, Istenem. Elképesztő. És nyilván óriás színészet van, érted? Óriás színészet van, tehát valószínűleg a nők azok, akik vezetnek, mert ő szépen elsírja magát, hogy jaj, bent fekszik a kisfiam, megütötte a lábát, és most 10 év van, és mindjárt levágják. De hát
hogy jut eszedbe erre pénzt adni? Van, aki másfél milliót adott a csalónak. Na. Tehát az, ugorjunk haza, aranyom van, másfél millió forintom, a temetésemre gyűjtögetem. Igen. Már egy ideje. Ugye nagyon sok nyugdíjas gyűjtöget egyébként. Odaadom a másfél milliót, itt marad nálam ez a kis táska, ami tele van 100 eurósan. Én nem hiszem el komolyan, hogy ezeket tehát hogy lehet kihasználni az emberi naivitást. Tök jó lenne egyébként beszélni egy ilyen emberrel, hogy mondja már el nekünk. Hogy csinálja? Hogy nem, hanem az, akit átvert, hogy mire gondolt akkor, amikor az a vadidegen ember lefékezett mellette, és elmondta, hogy úgy, hogy nem ismerik egymást, szüksége lenne a te másfél millió forintot, vagy az ő másfél millió forintjára, hogy tényleg, tehát egyszerűen annyira abszurd az egész, hogy ha ezt valakitől, tehát ha mi most kitalálnánk egy ilyen sztorit, akkor megírnak a hallgatók 50-en, jaj, hagyjatok már, erre úgysad senki, és látom, nincs témátok. Mert megint zseniálisan föl van építve a sztori, ugye, mert úgy kezdődik, hogy tessék már segíteni, merre van a kórház. Beül el, érted, és közben nyilván látta a segítője a sofőrnek, hogy beült az idős hölgy, vagy az úr, és akkor már jön a hívás, tehát hogy jó. De nem értem, tehát itt alapjában nincs jól fölépítve. Hát azt mondja, hogy adjál pénzt, de hagyok nálad pénzt. Hát mert eurója van, azt nem viheti be, hát a magyar kórház csak forintot fogad el. Tehát nekem nincs, nekem van 1 millió forintom, most itt csak át kéne váltanom, ami 5 perc valahol, egy valutaváltóba. De adjál már 300 ezeret, és itt hagyok nálad 1 millió. Igen. De nekem nincs pénzem, adják kölcsön, viszont hagyok nálad 1 millió. Hát az eszem megáll. Hát nem létezik, hogy ezt valaki benyalja. Hát pont ez a zseni benne. Valószínűleg pont ez a jó benne, mert azt mondja, hogy én nem kérek úgy tőled pénzt, hogy én nem adok semmit. Én a többszörösét adom oda neki. Na jó, akkor a kapcsiságra vagy a mohóságra alapoz, hogy azt mondja, hogy a magyar nyugdíjas azt, hogy igen, 1 millió. Hát persze, hogy adok 1 milliót, hiszen csak 1 milliót kapok, csak 200 ezret adok. Mennybe megyek, mert megmentem a szegény kisgyereknek a lábát, és még keresek is rajta. Hű. Ha nem jön vissza, akkor ugye keresek rajta. Ha visszajön, akkor maximum visszakapom a 200 ezeret. Tehát életszerű az, hogy beül melléd valaki a kocsiba, és azt mondja, hogy van nálam 10 000 euró, de még sincs forintom, ha itt hagyok neked 10 000 euró, hogy szúrják, de adjál már 100 000 forintot. Mennek az utcán, hogy hívják szépen lassan, és akkor közben fizsgatják a nyugdíjasokat, hogy szerintem igen, azt mondjuk a legegyszerűbb. Ki van úgy felöltözködve, hogy kinézik belőle, hogy van otthon lóvia, mert az is simán benne van a pakliban, hát azért Magyarországon sajnos. Szerintem az nagyon egyszerű. Nagyon nyugdíjas talán, akinek nincsen hóvégén se 10 000 forintja. Tehát, hogy kórházaktól 5 kilométerre kezdik el megkérdezni, hogy hol van itt ez is ez a kórház. Hát persze, hogy tudod, hiszen te tudod, hogy két utcával lejjebb van az a kórház. De pénz, hogy azt értem, hogy tényleg opcionálisan egy olyan nyugdíjas találnak, akinél van is otthon pénz, és nem a szokásos, hogy hívják. Hát nyilván tízet rápróbál, érted, azért másfél milliót keresel. És lehet, hogy hóvégén, vagy hó elején csinálja, amikor jönnek a nyugdíjak. Jó, hát az elég jó nyugdíj kell, hogy minden hónap elején otthon legyen másfél, de szörnyű a dolog, és megint az emberi hiszékenység, vagy itt most már hallgatók is írják, hogy ez az egy kapzsiság, hogy az jár egy picit a fejedben, hogy jó, adtam 5 kilót, viszont itt a táska másféllel, hát ha nem jönnek vissza, érte? De ez elképesztő. Vagy csak a jó indulat, nem tudom. Én szerintem a naivitás, a jó indulat, az emberi butaságát erre alapoznak. De hát régen ugye ment ez az unokás csalás. Most ugye az unokázós csalós, hogy bajban van az unokája, és akkor segítsen nekem, ugye ott valahogy megtudták az unokája nevét, és akkor fölhívták. Most elkaptak két ilyet, mert az egyik telefon közben, ahogy úgy hívták fel a nagyit, ott volt az unoka vagy a lány. És akkor a nagyi elkezdte mondani, hogy és mi történt az unokámmal, drágám, az unokának rögtön leesett, hogy mi van, és ő közben mobilon hívta. Na, a rafkós mami volt. Úgyhogy az jó, igen, rafkós mami, ott ugye egy ilyen megvan. Hát ha találunk ilyet, akitől már próbáltak valamilyen úton módon pénzt kicsalni, hogy írjatok már nekünk tényleg, hogy mi történik akkor, ha valaki beül mellétek az autóba. Biztos, hogy sokkot kapsz egyébként, hát, hogy csak föltépik a lámpádat, vagy a lámpán az autódat, és valaki beül belléd. Tehát azért ez nem egy könnyű élethelyzet, nem? Igen. Ászott a Kolosi téren, a aranyos, az egyszerűen bepattam mellét valaki. Ezt egy jó tűnőre sztorit, mert lefújod. Ajli reflexből. És nem tudod, hogy fölmérni se tudod, hogy most valóban bajban van, kamu, nem kamu. Az alapvető emberi ösztönöd az, hogy segítsél, valószínű tényleg bajban van. És előad valami történetet, szilárd, nem tudom, csatakokba folyik róla a víz, elviteti magát A-ból B-be. Közben lehet, hogy elviszi a táskádat vagy a telefonodat, de nem gondolsz egyből arra, hogy valószínű csalóról van szó, nem? Csak hát ez csak ott ül valaki az anyós ülésen. Hát azért az elég fura. Mondjuk, ha valaki így beül mellénk az autóba, én majd reflexből, hogy hívják rá. De mellettek hova? Hát hátul itt? Foglalt, elől ott ülsz az anyós ülésen, hát maximum beül az életbe. Nem, kiugrunk mind a ketten a kocsiból, és ezt igen. Jó, vigyázz az autót, nem, segítséget szeretek. Vigyázz az autót. Na, írjatok, drága hallgatók, hogy milyen úton módon próbáltak belőletek pénzt kicsalni. Nézzük meg a legalapvetőbb trükköktől kezdve a legrafináltabbakig. Próbáljuk megkeresni, vagy megtalálni azokat, akik
kitől már próbáltak így pénzt kicsalni? Hogy milyen módja van ennek? Mert nagyon sokféleképpen csinálják, és egyre felkészültebbek. Ez a kórház a város szélén sztori, hát ez már nagyon ki van. Ez már nagyon ki van találva. Már kicsit sok is. Ez már kicsit sok ez az. Adok 1000 eurót, kincses ládát hagyok itt, levágják a lábát. De ez már ilyen Ocean Eleven. Itt már nagyon, már mindenkinek megvan a funkciója benne, ti jöttök balról, oké, te kicsit sántikál. Csak akkor hívjál, ha láttad, hogy bejött. Igen, te jó, most fújjuk be az arcodat, mint hogyha izzadnál az izgalomtól, oké, jó. Oké, legyen egy kis szagod, és hú, túl friss vagy, nem lesz, jó, oké. Te tudjad a nénének a nevét valahonnan, ti már találkoztatok valahogy, jó, rendben van, oké. Ki kéne küldeni valakit egyébként ide a metró megállóban, csak magunkat nem tudjuk, mert ugye minket megismernek, hogy csak azt a szimpla egyszerű kérdés, hogy adjon egy mobiltelefon, szükségem van rá telefonálni szeretnék, 10-ben hány ember áll meg neked, hogy valójában ad mobiltelefon? Szerintem egyébként megdöbbentő lenne az arány. Megdöbbentően kevés. Ja. Ugye most valaki odalép hozzá, adod a mobiltelefonodat, szeretnék telefonálni, egyet nem jó érzéssel adod oda a mobiltelefonodat. Mert el fog vele futni. Mert elrohan vele. Igen, mert ez jut eszedbe elsőre. Tehát elsőre gyanakodni kezdesz. Most valaki megállt a blá, hogy létszi, adod, szeretnék egyet csörögni, tök ártatlan, lehet, hogy tényleg lemerült, nem? De hogy úgy adod oda, hogy nem biztos, hogy odaadod. Érdekes kísérlet lenne, kimenni egy ismeretlen, mert adj egy mobiltelefon, szeretném. Ákos, menj meg a mobilodat. Lehet. Ákos nem lehet. Miért? Mert túlságos a szakmai ez. Ja. Jó napot kívánok. Ja. Egy mobiltelefont szeretnék kérni. De sietek, mert híreket kell mondanom. Visszahozom a 4 órás hírek után. De csak kíváncsiságból tényleg, hogy kiküldem, hogy menj ki, itt van, kérjél el a blahán 10 darab telefon 10 embertől, hányan adják oda? Zsűre gyanakodnának egyiket a legkevésbé. Mert őt tényleg... Mondatot, addigra lemegy a műsor. Biztos, de nem. Rá biztos, hogy nem gyanakodnának. Nem nézném ki a zsűrből, hogy tud futni. Tehát neki odaadnám a telefonon, hova fusson. Hát, utolérem, elgáncsolom, érted? Bár, uram, az a karórámat leveszem, ha használja nyugodtan. Zsűr, hát, köszönöm. Nagyon nem félnék tőle. Na, írjátok meg, hogy milyen úton módon próbáltak már belőletek pénzt kicsalni. Kit hogy vágtak át? Mik a trükkök? Jó, autóba beüléstől kezdve, tényleg a kórházasztorig, mindenre kíváncsiak vagyunk, hogy milyen módszereket használnak mostanában a rablók. Ezek a gonosz rablók. Jó, küldjétek el nekünk, tényleg kíváncsiak vagyunk. Valószínűleg az időseket egyébként tényleg könnyű megvezetni. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan, 6 perc múlva állom mindenkinek. Lehúzásokról beszélgettünk, és arról, hogy milyen hát, hogy is mondjam, újkori lecsalási szokások vannak. Értekünk egy pszichológus, aki nagyon jól magyarázza ezt egyébként, hogy az imént hallott átverő sztori kapcsán igazából felesleges a leállításon gondolkodni, mert az időskorú dementálódott embereket az új ingerek általi elárasztottság zavarja meg. És hirtelen ugye hát reálissá válik a történet, és próbálnak segíteni. Aha. Illetve valaki írja azt is, hogy látott egy dokumentumfilmet, Smiley-el nélkül küldte valószínű, hogy egy olyan hormon termelődik az idősek szervezetében, ami nagyobb részben engedi azt, hogy valaki hiszékeny legyen. Tehát, hogy egyszerűen ennek lehet, hogy fiziológiailag vagy hormonálisan is oka van, hogy az idős embereket sokkal könnyebb átverni. Nem véletlen velük csinálják meg, és nem azzal, aki mondjuk középkorú vagy fiatal. Legtöbbször. Tehát, hogy ennek lehet, hogy van egy ilyen oka is. Van egy ilyen H70 plusz hormon? Van egy ilyen, vagy egy hormon, vagy hát ahogy ugye hát idősödsz, és egyre jobban elhiszed, vagy hirtelen tényleg beül valaki melléd, megijedsz, és eszedbe sem merül, vagy eszedbe sem jut, hogy ez csalás lehet. És ez az oka annak egyébként, hogy könnyebb tőlük pénzt kicsalni. Ezt a sztorit, hanem odaadja. Hanem egyszerűen odaadja és elfogadja a ládikát 10 000 euróval, amiben aztán kiderül, hogy hamis pénz van. A nyugatiba ültem egyedül egy fülkés vonaton, amikor egy nem túl jól szituált fiatal srác bejött, behúzta a fülkeajtót, leült mellettem és elővett egy Meki szórólapot, hogy ő ennek az alapítványnak gyűjt, támogassam én is. A Meki pénztárak melletti szórólapot vett el és ment végig egyébként a vonaton minden fülkébe. Öltönyös, jól szituált fiatalember bőröndel a kezében a Népligetnél, csak pár ezer forintot szeretne, mert elhagyta a pénztárcáját és nem tud hazamenni. Na de hogy minden héten elhagyja, Dani írta nekünk, igen. Sopronban a legújabb trükkös lopás, hogy az Ausztriában dolgozókat kifigyelik, amikor kimennek a babma pénzt felvenni, közben kiszúrják a kereket, ha észreveszed, megállsz, hirtelen ott terem valaki, hogy segít neked, addig a társa kilopja a pénzt. Egy ismerősömet Ausztriából soproni követték, mert csak itthon vette észre, hogy lyukas a kereke. Ezt te Encsi küldte nekünk. Tehát ott bemész a bankba, felveszed a pénzt, kerék kiszúr, észreveszed, megállsz, és ki is veszik. Na azért ez komoly. Igen. Kávézónk volt Balatonbogláron, bejött egy férfi, hogy APEC ellenőrzés van a sétáló utcai üzlet soron, de ő el tudja intézni, hogy hozzánk ne jöjjenek be, mert megmondja a kollégának,
hogy itt minden rendben van. Persze mondtuk, hogy itt tényleg minden rendben van, köszönjük, nem kérjük a szolgáltatást. Ez milyen rafkósok, nem? Menj, eszembe nem jutna. Látja ott? Ő egy navos. Az én kollégám. Na, 10 000-ért elintézem, hogy ide ne jöjjön. Hm. Hát nem navos, te hülye, az a füredi pénztáros. A füredi szabadsan pénztárosa. Őt megismerem. És nagyon ha 10-ből 2 helyen bejön neki, akkor az is talárpénz. Igen. Nekem egy stoppos lopta el a telefonomat, méghozzá úgy, hogy akartam adni neki pénzt, megsajnálta, mert a lánya beteg és nincs pénze, egyszer csak vette a telót, aztán kiabált, hogy neki mennie kell, kipattant a kocsiból, és el is tűnt, írja egy hallgató. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, hello, sziasztok! Stevie bácsi? Stevie bácsi, maradjunk a Stevie bácsinál! Jó csengő név, igazad van. Egyszer rálagasztották. Úristen, okay. Világbajnok, imádom. Ilyet kitalálni se lehet. Itt van a vonalban Stevie bácsi. Szia, Stevie bácsi. Mesélj nekünk. Téged lehúztak, vagy te ismersz trükköket, Stevie bácsi? Anyámat körülbelül 8 évvel ezelőtt húzták be, a Barbie körútvonalon a villamos megállóba találkozott egy hölgyel. A hölgy odalépett hozzá, hogy csókolom, mert tetszik ismerni. Hát anyám persze nem ismerte, nem, mert sose látta. De föltettem a kérdést, hogy mégis honnan kéne. Hát tetszik tudni, hát a család. Az a csatom a fiam, de igen, a fiam, az ismerősök vagyunk, együtt találkoztunk múltkor, de nagy bajban van a gyerek. Anyám megrémült rögtön, hogy mi történhet ez. Tudta azt, hogy ilyen számítógép őrült voltam abban az időben férim meddig, és mindig cserégettem, vettem ezt azt hozzá, és mondta, hogy 1 millió forint kell a gyereknek azonnal, mert egy számítógépet elvitt, de nem fizette ki, és kell neki 1 millió forint. Most anyámnak fogalma sem volt az 1 millió forintnak a számítógép arányának, hogy ez nem egészen stimmel, de megijedt. Mondta, hogy nincsen pénze, a temetése van eltéve a bankba, 1 millió forint, és ezt kéne neki akkor kivennie. Elkísért a legközelebbi bankhoz, Margit körútnál, de a hölgy úgy ment végig, mint kiderült, hogy sehol se lehetett, a bankig nem ment el, előtte megállt egy 50 méterrel, ákádok alatt elbújt, tehát nem is látta később a kamera. Anyám kérte az 1 millió forintot, odaadta, és elment vele. És anyukádnak még ez se volt gyanús, hogy a mama vagy a nő megáll 50 méterrel előtte? Olyan ideges lett, meg annyira pánikbe esett, akkor már 68-70 éves volt körülbelül, ráadásul egész életében azt hitt, hogy ő a legokosabb nő a világon, és senki se csaphatja be. Tehát idős korára, ijegységére, hogy a fiá bajban van, megijedt szerintem. Szegény, ez szokásos. 1 millió forint temetési pénzt elvitte. Igen, tényleg az idősekre mennek. Szóval, hogy ebben lehet valami, amit nekünk itt a pszichológus hallgatónk kért, hogy hiszékenyebbek sokkal, persze. Igen, és olyan ügyesen csülte, csavart a beszélgetés vonalát, hogy anyám magától mondta el azt, amire a nő visszakérdezett és visszatért, és teljesen úgy tűnt ki, mintha tényleg ismernék egymást. Egy 40 év körülött, hallatlan, jól öltözött, elegáns hölgy volt, és eltörtént anyámmal. És kifizette az 1 milliót? Kivette az OTP-ből, a bank, mindegy, akkor ez régebben volt, kivette, odaadta neki, és elment a nő. Anyám szipogva ott állt egy szegény kisfiával, nehogy valami baj legyen. És hogy viselte utána, amikor kiderült, hogy csaló volt? Hát, nagyon megviselte? Az egész családot, mert tényleg ennyi pénzük volt, és nagyon megviselt mindenkit. Szegények? Köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, örök, hogy beszélhettünk. Stevie bácsi, nekünk volt a legnagyobb élmény. Köszi, Stevie bácsi, ciao. Szevasz, Pista. Stevie bácsi, mekkora dugó, nem? Stevie bácsi, óriási, ilyet kitalálás. Stevie bácsi, nagyon szeretem. Polucete parkolójában apuka karon ülő gyereke jött oda, és kért 5000 forintot, kizárta magát a kocsiból, amiből kifogyott a benzin, bezárta a tárcáját, adott névjegyet, és másnap ígérte a pénzt. Visszamondan, ott dolgozik a közelben. Sietnie kell, mert a gyerek beteg, és rohannak az orvosok. Nagyon klasszikus. Kész, igen, szépen ki is van találva, fölépítve. Hányszor jártam én is, hogy közben próbálod kideríteni, hogy átvernek-e, vagy nem, kérdezel, el akarod kísérni, egy idő után már szabadulnál, inkább adsz, utána filozol azon, hogy most ez vajon tényleg adtál-e, és segítettél-e, vagy csak hülyének résztek, és nagyon levettek. Hát mindenki volt már ilyen helyzetben, amikor tényleg nem tudod. És még próbálsz kereszt kérdésekkel. Fogalmat, igen. Ez elfogyott a pénzem, haza kell mennem. Jó, és ott áll előtted egy srác, akinek most adjál, ne adjál, nyilván, átver, nem berád. Érted, ezerszer rutinosabb ebben a dologban, mint te. Aztán picit belefáradsz, és akkor inkább azt mondod, hogy akkor adok, és akkor megszabadultál tőle. Igen, hát ha... Nyilván ez se jó, hogy adok, se jó. Akkor már csak legyen vége. Csak végre hagyd szabadul. Hagyd menjek a dolgom. Igen. Engem egy bűvészkezű Jós húzott le, tudtam, hogy átverés, de kíváncsi voltam, hogy csinálja. Jós volt mindenféle klasszik dolgot, majd 500 forintot betett egy lottó szelvénybe, adjak neki ugyanennyit, és persze csak később néztem meg a szelvényt, így teljesült a jóslatna, hogy üres volt. Tehát valahogy kicsempészte. Hát igen.
Hát én egyiket, például, amikor odalép hozzám valaki, és hoz egy ilyen mappát, csekkekkel, és van neki egy ilyen kis csíptetős ilyen névjegykártyája, valamilyen szervezetnek az emblémájával, pecsétjével, fel is mutatja egyébként az ő jogosultságát, bizonyító ilyen kis levelet, mert pecséttel együtt szintén, ami ilyen cégesnek tűnik meg valami. Én ott sem tudom egyébként, hogy most ilyen, nem is kéne, lehet. Hát ilyet, kéne ilyet 5 néznem, perc alatt csinálsz. Mit kéne néznem? A mormonoknak, a kristásoknak, a keresztényeknek, a jehováknak, és már nem tudom. Egy beteg kisgyereknek gyűjtünk, és ennek a szeretett szolgálatnak, annak az egyháznak, igen, és ettől jöttünk, attól jöttünk, amattól jöttünk. Honnan tudjam? De most azt is honnan tudod, érted, hogy most a kristás beült, én is beöltözhetnék, nem? Egyébként simán. Letolatod a hajadat. Ha most ne, akkor ne őket, akkor tök minden felé, valaki. Akkor, te, hát, akkor teszek melót az átverésbe. Ott van már a kezdőben még néhány Bhagavad Gita, meg le van vágatva a hajad, egy kis szikológia. Bhagavad Gita mindig van nálad. Hogy hívják a Bhagavad Gita van, akkor csinálsz. Hogy azért ott én már akkor azt is díjaznám, hogy jó, rá készültél, persze. Jó, mondjuk te, hogy hívják, te zsigerből utálod a krisnásokat. Nem, ez nem igaz. Eddig 10-ből 90, amikor szóba kerültek, mindig volt valami a verzióval kapcsolatban. Na de én szerintem azért kiszúrnám őket. Akkor mindegy, mást is mondhat. Most mormon, hát, nem, igen, azt mondja neked, hogy Hariból, hanem azt mondja, jó napot kívánok, a kristásolyokat gyomlát, tehát ott már azért kilóg a lóllá, vagy picit. Vannak rá utaló jelek, majd vagyunk egyben, hogy azért egy igazi kristás. Hát ezek megtanulhatók, nem? Mit kell mondani, Haribó? Ne, van nálad két Haribó baget. Igen, ma igen, és... Kihúzod a gyufát? Kell egy narancsárga, lepel egy izé, mezitláb kell legyek hozzá, azt hiszem. És be kell menned a Váci utcába. Nem elég? Fogsz egy kristás könyvet, és meg is vagy. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel. Halló. Sziasztok, Panni vagyok. Halló, Panni, na mi történt veled, mesélj. Hát nem az történt, egy az interneten kerestem ugye albérletet, körülbelül egy másfél évvel a párommal, és hát egy ingatlanos fiú hirdetett egy albérletet, ahova ki is mentem, meg is néztem, lepapíroztuk, elmondta, hogy 8000 forintot kéne kifizetni, mert hogy a lakás után nagyon érdeklődnek, ugye többen is, úgyhogy minél előbb fizetek, annál nagyobb az esély, ugye nyilván, hogy én tudok beköltetni. Átadás, átvétel, papírt írtunk, minden rendben volt, csináltam fotókat, utána tartottuk a kapcsolatot. Igen, az csak amikor beköltöztünk volna, előtte egy pár héttel elkezdett közösíteni, hogy később tudunk, stb. És mondtam, hogy nekem SOS-be kéne akkor vissza a pénzt, és mondta, hogy jó, akkor megbeszéljük az időpontot, menjek oda a lakáshoz, oda mentem, és természetesen ugye nem volt ott. A lakásban nem tudtunk bejutni, szomszédok nem tudtak róla, úgyhogy feljelentést tettem a rendőrségen, és utána kiderült, hogy egyébként többen vagyunk, akiket megkárosított, ugyanúgy több 10 000 forinttal, úgyhogy volt, aki egyébként a beköltözés napján nem tudott bejutni a lakásba. De a lakás az igazi, tehát téged bevisz egy lakás, ami lehet, hogy nem is kiadó? Sőt, ő azt mondta, hogy ő lakik itt, és a barátnőjével, akit szintén láttam, meg mindenféle mondta azt, vagy mondták azt, hogy el kell költözniük egy nagyobb lakásba, mert hogy gyerekvállalás, stb. Tehát így tudtam bejutni én a lakásba. Ami elvileg az övé volt, és amúgy ingatlanosként is dolgozott, és úgy is árulta, és amúgy tényleg egy valós ingatlan közvetítőnél dolgozott, mert utána néztem, csak aztán, amikor elkezdett gyanús lenni, akkor hívtam fel az ingatlan közvetítőt, hogy dolgozik-e ott náluk, és mondták, hogy ja nem, már egy 2-3 hónapja kirúgták. Ja, és utána találta ki ezt az egészet, hogy még az adott ingatlan irodára hivatkozva csinálja. Aha. Igen, a rendőrség azt mondta egyébként, hogy több mint valószínű, hogy hirtelen kellett neki a pénz, mert hogy az összes adatát valósan adta meg az átadását vételi papírokon. Aha. Tehát mindent tudok róla, még az édesanyjával is beszéltem telefonon, próbáltam hatni rá, hogy valahogy a fiától kérje vissza ezt a pénzt, de hát nem. És hát lehet, hogy nem te vagy az egyetlen, ugye? Nem, azt tudom. Ja, hogy körülbelül tudod is még rajtam kívül egy 3-4-en vannak. Na, hát akkor az most több millió. Igen. Fanny. De még nem tudunk semmit. Fájdalom díjként maradj itt velünk, játsszál egyet, mit szólsz? Hm? Van egy ilyen mit mondóra játékunk, így 3-4. Ne vegy elő a 8000 forinttal, de pont ilyenkor szoktunk játszani, hát most minek keresnénk más játékot? Jó, rendben, köszönöm, igen. Ismered a játékot? Persze, minden reggel titeket hallgatlak. Szokott menni? A rádión keresztül igen, szoktam mondják, hogy telefonon nehezebb, de megpróbálom. Baromi könnyű egyébként mind a kettő. Jó. Könnyű. Na figyelj, akkor kezdjük már is. Rendben. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít. És hozzájállat.
Élelfeszülve, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol? Fanni! Oh, hello! Sziasztok! Akit én az elején lepanniztam, így van, most süket vagyok. Fanni, hello! Sziasztok! Na, állatunk van, és hát szólásmondásunk, de mind a kettő nagyon könnyű, nagyon rövid, úgyhogy igazából nem legyen tudsz mellé. Legyen inkább az állat, mert nagyon izgulok. Jó, szerintem egy picit nehezítünk majd, mert elérkeztünk oda, hogy ezek még mindig régi feladványok, és nagyon rövid állatokat választunk. Most már jöhetnek a nehezebbek. Hol? Igen, na figyelj. Így szóval mutatjuk, elindult az óra. Révened. Ó, hát ne viccelj. Révened. De nem ér. Most már tényleg nehezítenünk kell, mert átment ez a játék. Hogyan raboljuk ki Balázsékat egy könnyű játékkal? Jöhet végre egy jó kóp. Igen. Jaj, de örülök, úristen. Köszönöm szépen. Fanni ügyi vagy, de nem ér. Köszönöm. Van egy ajándékcsomagod. Nagyon szépen, köszönöm. Hát ha nem is 80 ezer, de legalább egy kis fájdalom. Mm. Jó? Az most tucira egy jó ideig. Ez kárpótól. Köszönöm szépen. Az eszmei érték, ez 100 ezerekben mérhető. Bizony, hát sőt, fölbecsülhet. Akkor már bejebb vagyok. Köszönöm szépen. Puszi. Nagyon jó fejtök. Puszi. Köszönöm. Hello. 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 Na. 8 óra után vendégeink lesznek, képzeljétek el, itt a stúdióban érkezik hozzánk egy kínai delegáció, gyerekek! Egy kínai delegáció jön hozzánk, ugyanis pár hónappal ezelőtt ugye mi beszélgettünk egy adásban arról, hogy mi történhetett régen annó a kínai piacokon szerintünk. A Shangin, ugye, meg hát ezek ma már fogalommá váltak. És ugye szó volt ott egy csomó mindenről, hogy hozzák be, ki hozza be, mi történik valójában, és most érkezik egy kínai delegáció hozzánk, akik elmondják az igazságot, így van. És szeretnék ezt kicsit rendbe tenni, mi pedig megadjuk nekik a lehetőséget, és megismerkedhetünk kicsit jobban, mélyebben a kínai kultúrával, a valósággal, az igazsággal, a kínai delegációval. Mert hogy akkor ugye beolvastunk egy-két olyan hallgatói SMS-t is, amiknek a valóság tartalmáról ugye mi nem tudtunk meggyőződni, nyilván valóan. Mi jó hiszem, ők vagyunk. De ők jönnek és elmondják, leszünk. Hogy mi van. Jó. De most jönnek ők elmondják, hogy igen. A valóság mi. Úgyhogy egy kínai delegációval beszélgetünk 8 óra után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, vannak friss közlekedési híreink. Azt nézem, hogy igen, elég sok. Fóti Orson után Fót felé vadul gyűjtik a forgalmit az NKH-sok, úgyhogy vigyázzon mindenki. Kinek a forgalmiát gyűjtik az NKH-sok? Hát a szállító. A szállítóit, így van. Aztán azt, hogy az M1-es 86-os kilométerénél a hídról mérnek a rendőrök Hegyeshalom felé, Dávid 94 küldte nekünk. Most állítják a három lábút a József Attila lakótelep szélén, a Táviró utcában, vigyázat 30 km/h a megengedett sebesség, ez kicsi Rigó küldte nekünk. Valamint közlekedési hírek vannak. Még az M0-as újpesti lehajtó után a Váci út felé torlódik, vigyázzon mindenki, szélvédős Feri üzeni. Hármas karamból az M5-ös bevezetőn Pest felé, a benzinkút után mögötte horror dugó, ezt pedig Mészi küldte. Köszönjük szépen. Van egy látogatót, Feri, kint keres téged. Ó, Isten, nem, én már lepattintottam, mondtam, hogy mindjárt jössz, illetve Jani belefutott. Nem, én már beszéltem vele, én kipipáltam, most ti jöttünk. Igen, látod, ezért nem kellett volna hangsúlyozni, hogy hol is van a kis stúdiónk. Többször elmondtuk, mert ő picit át van még ázva a tegnap estétől, tehát hogy is mondjam, egy nagyon minimális vér van az alkoholjában. Igen. Óriási. Igen, és próbál bejutni, és aki kimegy, az azt a képet látja, hogy a portás balra-jobbra ugrál, miközben a bele szemben lévő nagyon-nagyon-nagyon finoman ittas hallgató pedig próbál bejutni, hogy bejusson ide a stúdióba, és elindult egy ilyen ide-ugrok-oda-ugrok cicaharc kint a stúdió előtt. Nagyon vicces ezt így kívülről. Szegény. Hát akar, te beszéltél vele, Jani? Nem tudom. Ja. Beszéltünk, de abból nem derült ki, hogy valójában nem mit akar. Majd elolvassuk, igen, értesítjük, köszönjük, és elnézést minden jövőbeni passzításunkért. Igen, nagyon aranyos egyébként a biztonsági őr, hogy próbál meg így az udvariasság határain belül maradni. Nehéz. Igen, nagyon helyes, próbálnak ugrálni. Na, megérkeztek vendégeink a stúdióba, hát jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van mindenki, jó reggelt! Jó reggelt!
ez egy ilyen... Sziasztok. Jó reggelt. Ez egy ilyen rángatós dolog, mert hogy kevesebb a mikrofon, mint amennyien vagytok, úgyhogy így nagyon kellene. De segítünk majd, megosztjuk majd a sajátjainkat is. Köszönjük. Igen. Na. Hát a kínaiak mindig sokan vannak. Na, jó van. De te nem vagy igen, kínai. Igen. Mi ilyeneket nem lehet mondani. Igen. Neked lehet ilyet mondani, vagy mi? Jó. Vagy hogy nekem mindig lehet ilyet, igen. Na, csak hogy mondjuk el, hogy ki van itt velünk a stúdióban. Ugye itt van Gábor, Cserkész Gábor. Hello, Gábor. Hello, sziasztok. Kínai Művészeti Központ elnöke. Itt van még Zsolt, és itt van Ping. Ki a Zsolt, és ki a Ping? Számoljuk ki. Én vagyok a Ping Kínából. És kizárásos alapon te vagy Zsolt. Ez egész pontosan így van. Én ügyvédként, miről nem beszélünk az a kapcsolatban, illetve egyéb oknál fogva. Te vagy a megfigyelő? Te vagy a csendes megfigyelő, akinél fölteszed majd a kezed, hogy erre nem válaszolunk, erről nem beszélünk. Egész pontosan így van, de nektek is szólnék, hogy igen, és miről nem beszélnek. Integetsz a mutatóiaddal, hogy ennyi, srácok elős. Mondjatok el, légy, hogy ki milyen minőségben van itt. A kínai művész segít, a kínai művészeti központ elnöke. Tényleg. Igen, segít. Igen. Te legyél ma ez. Igen. Jó, akkor én leszek ma ez. Igen. Ping? Igen, én régóta élő Magyarországon egy kínai, úgy mondjuk, hogy egy öreg magyar-kínai, már 25 éve vagyok, és nagyon jól érzem saját magam Magyarországon, vagy Budapesten. És mit dolgozol? Vegyesen, de elsőként kínai vendéglősként dolgozom már Magyarországon, és közben a Nemzetgazdaság Minisztériumhoz tartozó egy iparpark tanácsnak a kínai elnökeként is szerepel. Azt a mindenségét neki. Jó. Zsolt, nem mondj semmit, ez ügyvéd vagy, aki felteszed majd a kezed. Jó. Neked, de csak figyelj, és emeld a kezed, ha olyat kérdezek. Vagy nyújtsát egy cetlit, ezt ne. De legyen egy piros, meg akarsz... egy zöld lapot, és akkor mehet, nem mehet. Igen. Na, amiért itt vagytok, azért azt mondjuk el nyilván, hogy ugye nekünk volt egy adásunk hosszú hónapokkal ezelőtt. Amikor is beszélgettünk, ugye, a Magyarországon fogalommá vált, mindenki által ismert, vagy ismerhető kínai piacokról, ami ugye itt úgy terjedt el, hogy a kínai piac. Lásd például a Sangi piac, meg a Fáj utcai piac, meg a Hét sárkány piac, meg hát nem tudom hány ilyen volt. Ezek már nem működnek, ugye? Jól mondom, Gábor, ezeket de már működnek. Csak, így van. Csak egy picit máshogy, és sokkal szabályozottabb keretek között. Igen, sokkal szabályosabban. Na, és akkor itt jöttek különböző hallgatók, hozzászólások, és arról beszélgettünk, hogy ezeken a piacokon, ami ugye kapható volt akkor annó, mi az, ami eredeti, mi az, ami nem eredeti, hogy kerül ez be az országba, és hát jöttek hallgatói hozzászólások, mindenki próbálta okosan megfejteni, hogy valójában ő tudja a titkot, és hogy hallgatóink szerint ezek a termékek hogy jöttek be az országba. Na, ezt az adást ti hallgattátok, ugye? Jól tudom? Vagy meghallgattátok aztán később, és reflektálni szeretnétek többek között az itt elhangzottakra. Jól mondom, Ping? Te is emelheted a kezed, ha valami jött mondok esetleg. Jó? Jó. Sangi piac. Mi ezt csak így ismertük? A Sangi piac a Fáj utcában. A Fáj utcában annak idején nem a Sangi piac, hanem Shanghai piac. Hát Sangi, de mi magyarok Sanginak mondtuk, rövidítettük. Megyünk a Sangira. De már valóban nem is működik, már nem is létezik, már régen megszüntette. Igen. A Tigris piac is megszüntettek, most csak a Ganz területen van, és a Mononi Centen területen van a kínai. Hát azt mondjak a piacon, de már inkább azt mondja, hogy üzletsor. Már sokkal szabályosabban, teljesen jól működik, hiszen emberek is jól szolgál ki. A minőség, termék minőség is teljesen más. Ez már kornak megfelelően. Ott hangzottak el ezek a mondatok, hogy 30 milli 7500, 50 milli 9500 ügyvéd úr nem emeli a kezét. Nagyon jó. Ugye ezek még egyelőre nem emeli a kezét. És akkor mi arról beszéltünk, hogy ezek a termékek valójában hogy kerülnek ugye be Magyarországra? Nyilván a Magyarországon úgy került be a te kínai termékkel szabályosan, hogy vámkezelt konderebe hoztak, olyan csempész már nincs, nem létezik. Ha valaki azt mondja, úgy is gondol, akkor az egy félreértés. Nincs kínai csempész? Nem azt mondja, hogy itt Magyarországon nincs kínai csempész. Aha.
És ez a kici ócó kínai, ez azért ez egy bevett dolog, nem? Hát azért ezt mindenki ismerte, hogy ugye kici ócó adom neked ennyiért és ennyiért. Hát ez egy szubkultúra része tulajdonképpen. Hát nem mondhatná, hogy ez kultúra része, de kínai termék, a kínai kereskedők nyilván, hogy mondja, fejében azt mondja, hogy inkább többet eladni olcsóbba. Inkább többet eladni olcsóban, rajtan kevese legyen a haszon. Csak sok azért, menjen el. Igen, sok menjen, és sokkal dolgoz. Azért kínai emberek sok lóvi, sok munka, inkább azt mondom, sok munka. Keményen kell dolgozni. De ezt, amikor például így beszélnek a magyarok, vagy pedig így emelítik a kínaiakat, ti ezt sértésként élitek meg? Csak azért mondom, mert hogy azért a magyar folklórnak részei, a székely viccek van, roma dialektus, stb. Ezeket a hétköznapokban az emberek használják, és nem feltétlenül sértő jelleggel, vagy azért, hogy megbántsanak valakit, hanem egyszerűen csak, mert ez az életünknek a része. Igen, te mi nem azt mondjuk, hogy sértük, csak szeretne, hogy valóságot mondani. Szeretné, hogy helyesen ne valaki a viccenként valami nem valóságot állítson elő. Aha. Jó, érthető volt, itt közben Pink segélykérően oldalra néz, hogy jó mondta-e, abszolút. Ügyvédő még nem emeli a kezét, eddig minden rendben van. Van-e olyan rész, abból figyelünk? Bocsánat, a másik oldalra nézett félre, hogy Gábor mentse meg a Selyem úttal és a kereskedelemmel. Magam azt gondolom, végighallgatva az előző rádióműsort, hogy nem feltétlenül azzal volt probléma, hogy ezeket a vicceket bárki felhozta, hanem egyéb olyan témákat is érintett a viccelődés, ami azt gondolom, hogy messzebb ment, mint a kínai viccek, de ettől függetlenül... Mire gondolsz? Csak hogy értsem, mert sokan nem hallgatták azt az adást. Tehát, hogy... Gondolok arra, hogy egészen más elmondani egy székely viccet, elmondani egy kínai viccet, és más mondjuk diplomatákat olyan helyzetbe hozni. Ugye elhangzott a műsorban, hogy kínai diplomaták... Hát ez hallgatói SMS volt, hogy ő tudja megfejteni, hogy vélhetően így van. Természetesen. Így van, hát ez nem mi mondtuk, hallgatói reagálás volt, így van, én olvastam be, abszolút. De arra a kérdéssel, hogy mennyire lehetett bármi bántó, én azt gondolom, hogy jogos lehetett az a rossz hallás a Magyarországon élő kínaiaknak, hogy ez egy picit túlment azon a határon, amiért ők egyébként borzasztóan régen dolgoznak, hogy ne történhessen meg. Magam, aki kínaiakat ismerek a kereskedelemből, én azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy a szerződéskötések alkalmával gyorsan meghozzák a döntéseket, megpróbálnak a jogi hátterekről információt gyűjteni, nyilvánvalóan a gazdasági döntéseket ők hozzák meg, és általában jól döntenek, jó a gazdasági kultúrájuk, és azt gondolom, hogy lecserélődött már a 80-as évekhez képest az a generáció, aki korábban esetleg ezeknek a vicceknek, amiket itt múltkor elmondtatok, alapjául szolgálhattak. És mit tűnt abból az adásból, hogy ez nem egy kis retro adás, hanem hogy a jelenről szól a megszólalás? Ezt úgy mert ott elmondtuk, hogy ezek a piacok már nincsenek is, és hogy 80-as években jártunk ki oda, aki járt. Igen, de a retro vicceket, vagy a régi történeteket felidézve akár tűnhetett úgy, hogy ezek a mai napra is vonatkoznak, hiszen ugye az is elhangzik, hogy különböző brendeket kopintanak a kínai kereskedők, próbálják leteríteni a világot, és kihasználva az ipari potenciájukat azzal szemben, hogy mondjuk most föltenném a saját kezemet, hogy milyen automárkákat ne említsek, amik egyébként pont ugyanúgy néznek ki, mint amik... De ez nem igaz? Ügyvéd úr, hagyd tanácsoljak egy nagyon konstruktív dolgot, hogy ne ennyire szomorú legyen ez a beszélgetés. Igen. Hogy mi lenne a pozitívumokról beszélgetnénk, amiért itt bejöttetek. Az, hogy mi volt adásban, az csak azért kellett helyre tenni nekem műsorkészítőnek, hogy értse mindenki, hogy miért vagytok itt. Ha most ez ilyen kicsit szigorú, félszigorú, ilyen jaj, de szomorú ez az adás, az nem lesz jó. Elmondtátok, én szerintem beszélünk egy csomó pozitív dologról, ami egyébként van, ami az én fejemben is van, amit meg akarok kérdezni, ami érdekelheti a hallgatókat. Az, hogy most mi volt, azt elmondtuk, most már itt a kínai kereskedelem és az automárkák, de ilyen mélység egyébként mi bele sem mentünk, az már lehet, hogy egy klubrádió adás volt, amit hallottál. Tehát, hogy szerintem inkább koncentráljunk a pozitív dolgokra, és beszéljünk arról, amiért jöttetek, és amennyi lehet ebben az adásban, amit megtudhatnánk most rólatok. Ez egy jó felület, itt még belemehetünk jogi vitákba, csak elmegy az adás. Mindig a Class FM-et hallgatom. Nagyon köszönjük szépen. Van egy ilyen motortok, igen, ugye? Igen, igen.
csak hasznos időt veszünk és Józsikát. A kérdésre próbáltam válaszolni, mint ahogy azt gondolom, hogy Gábor az, aki autentikusan arról tud beszélni, hogy milyen a pozitív része. Na, akkor nézzük a Puhmán részét. Két mikrofonom is van. Látod? Az a tiéd, igen. Készültünk, hogy megtudjál, biztos, hogy megszólaljál. Van például egy Guinness rekord kísérlet. Ugye? Jól mondom, ez egy Guinness rekord kísérlet, és ez egy nagyon hosszú útról szól. Ez egy nagyon szép dolog, és ez most zajlik éppen? Ez éppen zajlik. Képzeljétek el, hogy 7-én indítottuk útjára a két motorosunkat, egy magyar fiút és egy kínai fiút, akik egy ilyen Bajor márkával gyakorlatilag végigjárják a Selyemútat egészen Pekingig, madonnan pedig a Selyemút északi részén, tehát Oroszországon, Mongólia-Oroszországon keresztül jönnek vissza. És ez egy borzasztóan érdekes dolog, hiszen 23 országon mennek keresztül, egyfajta kulturális expedíciót hajtanak végre, bemutatják a Selyemút menti országokat, az ott élő embereket, az ott felelhető kultúrákat és ezerszínű világot gyakorlatilag tárnak elénk, itthon maradott szurkolók elé. És amikor elérnek Pekingbe, akkor pedig onnan az északi vonalon jönnek majd vissza. Ez mi Facebook posztva, vagy videó közvetítés, vagy hogy mutatod be az itthon maradt magyaroknak, vagy a pekingieknek? Úgyhogy a stáb létrehozott egy Facebook profilt, tehát ők minden nap posztolnak, rengeteg fénykép, leírások kínai-magyar nyelven történik ez, illetőleg most készül, én azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül elindul a hivatalos oldal, egy weboldal, ahol tulajdonképpen az országokat mutatják be. Ugye ők megállnak, bemutatkoznak, innen jöttem, Búr Ádámnak hívják, és Li Yüdenek hívják a fiúkat. Én magyar vagyok, én meg kínai vagyok, és együtt megyünk most végig ezen az úton. Akkor, amikor leállnak és beszélgetnek, találkoznak az emberekkel, akkor nyilván megkérdezik azt, hogy ők hogy élnek, ott milyen az oktatás, mennyire nehéz az élet, vagy könnyű az élet, milyen érdekességek vannak azon a vidéken, és ezek mind a Facebook oldalon olvashatóak, illetőleg hamarosan tematikusan az oldalakon is majd elérhetőek lesznek. Pink, csak egy kicsit egy szóhoz jussál, mert a legérdekesebb azért, bocsánat, nem az uraknak szól, de hogy ugye hát egy autentikus kínait hallgatni igazából, aki egyébként kiválóan beszél magyarul. Nehéz a magyar nyelv megtanulni? Hú, te a igen? Magyar nyelv. Hát, mert a kínaira mondják, hogy ez hát, baromi nehéz nyelv. De hát hogy... nyilván azt mondták, hogy világon kettő legnehezebb nyelven, egyik az a kínai, másik az a magyar. Semmiféle közös nincs? Te ugye ismered mind a kettőt, hát átfedés, hasonlóság, nyelvtan. De nyelvtani hasonlóság nincsen, de ki a magyar nyelvben van olyan része, lehet látni, hogy a régen a testvérek voltak. Jó, mondjuk a kínai és a magyar igen, hasonlóság. Például ha mondjuk mondani, a magyar nő, igen? Azt mond nő, a kínai is nő. Csodálkozik, nem? Hogy nő-nő, mint a női nem, tehát hogy ő egy nem, nő. És egy magyar nőnek az úgy hangzik, hogy nő, ja, nő. Kínai nyelven szinte a nő. Aha, ez érdekes. Nem érdekes? De, ez egyébként tényleg. Azért nem véletlenül a magyar kína, nem véletlenül ide jövök, te persze véletlenül jöttem, tém végen, végen ide jövök, hogy nem véletlenül. Háttérben van valami ok van, mert hát, hogy mondjon, a kínaiaknak a embernek a névsorrendet, hogy családneve is, utóneve. Így van. De a kínai népeken kívül, a kután kívül egyetlen egy magyar nyelv, a magyar, hogy így van. Hogy Cselkész Gábor. Mikorra tanultok meg egyébként írni, olvasni? Ugyan, mint a magyarok, hát sokkal bonyolultabb a jelrendszer. Mi ugye 7-8 évesen már az iskolában írunk. Ugyanúgy ezt a baromi sok jelet, nem tudom, 40-50 ezer jel van. Kínai? Így van. Hát a kínai azt mondtak a nyelvészek szerint, hogy 80 ezer jelek vannak. Atya is, én 50 ezeret hallottam, amikor kim voltam Pekingben, nekem annyit mondott. Én nem tudom, én nem vagyok nyelvész, de azt mondtak, de az átlagos, általában hétköznapi ember, ha 4-5 ezer jel, ha tudja, az már nagyon jó. Tehát egy kínai akár úgy hallhat meg, hogy élete végig nem tanulja meg rendesen az összeset, hát mondjuk. Hát sajnálom, nem tud tanulni. 80 ezer jel az én. 80 ezer jel. Szó szerint, igen. Végül is a Cselkész Gábor barátom is nagyon jó ismerik a kínai kultúrát.
miatt is nagyon jó kapcsolat van. Mégiscsak egy művészeti központi elnök. Tegyen el a mikrofon, gyerekek. Én értem, hogy Pink meddig akar beszélni, kicsit ő most pihenne. Hátradől, mint a teniszezőknél, egy perc szünet, Pink kicsit kivonult a forgalomba. Jó, fújok egyet. Jó, Pink egy kicsit, fúj, majd te újra akar. Ez valóban így van, ahogy mondott, tehát itt több tízezer jelről beszélünk. De tudom, hát ezt hallottam. Igen, de itt kiadtak például Kínában, vannak kínai szótárak, mert nagyon fontos, vagy előfordulhatnak olyan jelek, amiket a hétköznapi ember nem ismer, és akkor ebben a szótárban ezt megkeresi egyébként. Nagyon jellemzők az idiómák, a szó összetételek, amikor ugye több jelből rakják össze az adott szót. Igen, amikor kivoltam Pekin, mert nekem azt mondta az idegenvezető, hogy olyan tartományok vannak, akik nem is mindig értik egymást, és kínai is kínai, de hogy van a mandarin, kínai hivatalos, de hogy annyi tartomány, annyi dialektus, hogy előfordul, hogy 3000 km távolságban találkozik két kínai, amikor... nem biztos, hogy jól megérti egymást, mert teljesen más dialektus. Nem érti meg egymást egyébként. Én amikor Dél-Kínában voltam, én hiába beszéltem pekingi, tehát mandarin nyelven, ők megértették, mert ugye most már hosszú 10 évek óta ez az ország nyelve, viszont amit ők mondtak, én ezt rohadtul nem értettem, mert ők viszont nagyon, hogy mondjam, déli dialektusban, kantoni nyelvjárásnak megfelelően beszélnek, és akkor elkezdtünk rajzolgatni a tenyerünkbe a jeleket, hogy én erre a pingre gondoltam, és nem arra, és akkor tulajdonképpen így értik. Te hány jelet tudsz magyarként körülbelül? Én nem tudom ezt megmondani. Nem tudod, hogy hány darab jelvon körül? 2000-3000. Hát az is komoly. Milyen, ugye a kínaiakkal kapcsolatban a magyar embernek mindig vannak, nem azt mondom, hogy előítéletei, sztereotípiái, amit gondolunk mondjuk rólatok, például, hogy a magyar embernek egy kínai, egy ázsiai, egy baromi nehéz mondjuk megkülönböztetni. Nektek milyen sztereotípiáitok vannak velünk szemben, európaiakkal, vagy magyarokkal szemben? Tehát mit gondoltok rólunk, vagy amikor te idejöttél, mi volt a sztereotípia, hogy mi milyenek vagyunk? Én 25 éve élek Magyarországon, megmondom szinte, nagyon jó tapasztalatom volt, van nekem, hogy Magyarország, magyar embereke. Én úgy ismerem a magyar embert, hogy kultúrát, vendégszerető, nagyon okos, nagyon ügyes. Tisztelet okos, a kivételnek. Igen, nagyon okos, az a tényleg így van, nagyon tud kutatni, felfedezni valami. Azért nem véletlen, hogy 14 Nobel-díjas a magyarból. Ez egy tényleg így van, főleg a szív a meleg. Vendégszerettük, segítőkész, minden. Csak tőlem tényleg nem akarom csak direkt útvalogodni, de... Nyugodtan csak mondod, az előbb a sztereotípiában vannak az itt élő kínaiak a magyarokról egyébként. De tényleg csak jó szavakat van. A felfedezés. Igen. Így van. A kínaiak nagyon, ide élő kínaiak legalább, hogy azt mondja, nagyon megtisztelem magyar, szeretem a magyar embereket, hisz jól érzik magad. És amikor az otthon maradt rokonait kérdezősködnek, vagy kérdezősködtek annak idején, hogy hol is vagy te pontosan, akkor azt mondtad nekik, hogy Magyarország, vagy pedig azt, hogy Európa? Hát igen, ez egy jó érdekes dolog, mert Kínában, őszintén mondom, Kínában még nem sok ember pontos jó tud Magyarországról, stb., mert ez a neve még sokat kell munkáltuk, kell dolgozni, hogy legyen a Kínában, mindenki ismeri a magyar. Hogy újra a magyar család legyünk mi testvére. De, jó, Amerikában sem tudják még sokan azt, hogy hol van Európa. Hogy hogy itt években például a Gábornak munkának köszönhetően sok minden magyar-kínai embernek a közös együttműködés munka köszönhetően a kínai piacon ma van egy bizonyos mértékű ismerete a Magyarországról, a magyar termékről, a magyar emberekről is jó. Jó. Gábor, én közben bocsánat, csak azt olvasom, hogy csak egy fél mondatta, hogy te tényleg a kínai megasztárban harmadik helyezett lettél? Hát igen. Ne csinálj! És ott hányan néznek egy műsor? Mert nálunk mondjuk 1 millió az jó nézettségnek számított. Mondjuk kín, mennyien néznek egy megasztárban? 300 millió. De várjátok. Kolosi Péter, hogy csapna a levegőbe? 300 millióan nézték a barátom ezt. Figyelj, nagyon érdekes dolog volt, mert egyszer csöngettek nálam, kinyitottam az ajtót, és ott volt egy kínai forgatócsoport. És kiderült, hogy a nagykövetség ajánlására kerestek meg, hogy velem csinálnak egy interjút, nyilván ez kínai nyelven zajlott, és akkor természetesen teát főztünk, meg kicsit zenélgettünk, meg mit tudom én, aztán elmentek. És akkor egy kínai barátom hívott föl körülbelül egy olyan, hát egy jó két és fél hónap múlva, hogy gratulál. És mondom, mihez? Hát azt, hogy
harmadik lettem. De mondom, hol? És úgy képzeljétek el, hogy erre a CCTV egy külön csatornát indított, mert nem tudom, hogy hány, ilyen több száz forgatócsoportot küldtek el a világ nagyon sok országába. Olyan emberekkel, olyan nyugati, vagy pontosabban nem kínai emberekkel készítettek riportokat, akik valamilyen szinten otthon vannak a kínai világban, a kínai kultúrában, nyelvben és így tovább. És engem is beválasztotta a CCTV stábja gyakorlatilag a... A legjobban a konyhában, legjobban éneklő. Igen, tangában. Nem állt, kihallatszódott a fürdőszobádból, hogy éneklőd a Neotontól a Santa Mária-t, és azt mondta, hogy Jéz, nem tudom, mit énekel, nem de tudom, ki ez, jó. De óriás. Nem, itt inkább az volt, hogy ugye az interjú az kínai nyelven zajlott, azért, hogy Kínában is ezt megértsék. És aztán lehetett SMS-ben szavazni, mert külön csatorna indult ezekre a riportokra. Elkezdtek szavazni, és eltelt, mit tudom én, 3-4 hónap, amikor aztán... És egy kínai dalt énekeltél egyébként? Nem énekeltem. Hát én különböző hangszerekkel játszom. Jó, hangszerekkel játszottál. Igen, meg kínai tea szertartás, vagy tea készítést. Ezt egyszerre? Nem egyszerre, külön-külön, de egyébként ez egy ültet, mert ezt még nem próbáltam, de kipróbáltam. Így, ahogy mutatott, igen. És aztán utána kimentem Pekingbe, 20 ország, tehát 20 hogy mondjam, riport alanyt válogattak össze, és 20-an csináltunk egy egész estés műsort. Ez mondhatni azt is, hogy Kínában ez volt a megasztár. Egészen elképesztő élmény volt egyébként dolog. Tehát egy egész estés műsor a CCTV-n. Rockstárok volt. 400 millió ember. Hát ez hihetetlen. Közelet és az egy közepes rólunk. Nézettség, tudod, 400 millió, ezzel elégedettek vagyunk. Na. Picit azt mondták, hogy hát... Könyvet adtak ki rólunk. Igen, és tulajdonképpen vinni kell. Nem volt siker, csak 60 millió fogyottál már. Szerintem még tegyél az elér egy hármast mondjuk, vagy egy négyest. Itt azért tényleg 100 milliós példányszámokról beszélünk egyébként. Hát most nézd, milliárd fölött van a lakosság száma, úgyhogy óriási a dolog. Ráadásul meg úgy, hogy ugye a CCTV-re egy külön csatornát hozott létre. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy érdekes. Aztán persze vinni kellett, mindenki hozta a saját népviseletét, úgyhogy... Hát akkor te vagy a legsikeresebb magyar exportcikk. Ezt én nem mondanám, de akkor egy fél órára talán ez így volt. De egyébként nekem a színpadon tankkori költeményeket kellett énekelnem. Tehát, hogy ez... Aha, azt a mindenit, és így lettél azt a harmadik. Hát ezt hallgassuk már vigyelek. Meg a következő zene után. Én még soha nem hallottam tankkori költeményeket énekelve. Úgyhogy ez egy nagy élmény volt egyébként. Voltak afrikaiak, amerikaiak, ausztrálok, tehát tulajdonképpen mondom 20-20, talán vagy 20 vagy 22 ország képviseltette magát bent a döntőben. Úgyhogy... Csak az afrikaiakkal nem hitték el, hogy ők is rokonok. Nehéz volt. Van benne valami varázslatos, amikor egy afrikai, meg egy amerikai nem angolul, hanem kínaiul beszél a liftben. Tehát, hogy ugye az volt ott a közös nyelv. Varázslatos, ez jó. Igen, ráadásul ugye a nyelv maga olyan, újra téged kérdezik, hogy egy pici hangsúly és tök más az értelme. Ugye azért ez magyarban nem teljesen így van, hogy valahon a szónál máshova teszed a hangsúlyt, és egészen más a jelentése, mint a szó elején van a hangsúly. Amikor kim voltam, ezzel szembesültem, azt nem lehet megtanulni. Pink, figyelj, mondd azt ki, hogy madár, kínaiul. Nyao. Most mondd azt, hogy nyao. Marha. Nyó. Ne! Jó. És én ezzel megszívtam a színpadon, mert úgy kezdődött, lebarkáztad a zsűri, pedig csak azt akartad mondani. 10 000 madár repül az égen, és én, a marhát mondtam kiejtés szerint, és akkor ott mindenki elkezdett mosolyogni, aztán utána nyilván újra. A marha csicsergős, jó reggelt kívánok! Igen. Tehát azért vannak. Hogy volt ez még egyszer? Csak hogy van, hogy a marha, hogy nyú. Nyú a marha. Nyú. Nyú. Aha. Nyú. Nyú. Nem mondom jól. De ugyanazt mondjuk. Nyú. Igen? És a madár. Így már lehet érteni. Igen. 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 És a madár. Nyáu. Nyáu. Na, egész kínai volt. Egész kínai. Fonetikusan kínai beszél. Vásárolni. Micsoda? Máj. Máj. Micsoda, ez mi volt? Egyik azt jelenti, hogy eladsz, a másik azt, hogy vásárolsz. Tehát nem mindegy, amikor bemész és veszel 100 darab valamit, vagy éppen azt mondod, hogy 100 darab valamit szeretnél eladni. Igen. És várják, hogy hozd. Ja. Igen. És mi volt az első magyar szó, amit megtanultál? A nőt nem ér mondani. Ja, hát az
Elfelejtettem, hogy mi az. A biztos csúnya szó volt. Nem, csak szó. Hát nem az a típus vagyok. A kínaiak káromkodnak egyébként? Náluk vannak csúnya szavak, olyanok, mint náluk? Van, de... A magyarok sokkal jobb a kínainál. Várjál, az ügyvéd úrnak megremegett. Igen, csak a viccről van szó. A magyar káromkodás az ugye világhírű, hogy a magyar ember annyira tudja cifrázni, hogy így nem tudják a szlovákok, nem tudják a csehek, a németek, mert az angolok se, hát egy-két szavuk van. A magyar ehhez képest, hát ha megkérsz egy magyar 10 percen keresztül. Szerintem simán káromkodhat a kínai, az NMHH nem fogja beinvestálni, hogy egy kínai tolmács, hogy megbüntethessen minket. Igen. Na, ami például irillése méltó még, az a kínai orvoslás. Hát én amellett az ember, ha szembesül, hogy mennyire holisztikusan nézitek az egész testet, a lelket egyszerre, hát az érdemes lenne tőletek, minél többen mennek. Egyébként megtanulni, átvenni, az valami szenzációs dolog, hogy... Sajnálom, a kínai orvosolásról én nem értem, ahhoz én nem értem, de az biztos, hogy nagyon csodálatos dolog. Biztos. Nagyon. Hát amit az ember hall, az elképesztő, hogy hogy nézitek az egészet egyben. Igen, egyébként a negyedik Konfuciusz intézet nyílt meg Magyarországon, nem is olyan régen. Pécsen. Pécs, ugye? Ezt jól tudom, Pécs. Igen, Konfuciusz. Akik viszont kifejezetten a kínai gyógyászat orvoslásra helyezik a hangsúlyt egyébként, és ettől egy kicsit unikálisak itt Magyarországon. De az is érdekes, hogy Magyarországon most már negyedik nyílik, és én azt gondolom, hogy 10 000 számmal vannak magyarok, akik kínai nyelvet tanulnak, mert azért ez nem olyan nehéz, mint aminek... Aminek az első 10 évben tűnik. Utána már egyébként sokkal könnyebb. Többen kevesebb sikerre. És azért most már, sőt, bocs, még az orvoslás egy fél mondat, tehát most már ezt oktatják is hivatalosan egyébként. Ha jól tudom, akkor már a SOTÉ-n is vannak ilyen képzések. Tehát egyre inkább belekerül. Ez nagyon értékes dolog. Abszolút. Része a kínai kultúrának, a kínai orvoslás az hihetetlen. Van olyan étel, amit még mindig nem bírsz megenni, és nem érted, hogy mi hogy bírjuk megenni, és hogy vagyunk arra képesek, hogy mi ezt mondjuk megedjük, és ezt főzzük a családnak mondjuk hétvégén? Túrós csúszával bajban vagy még? Az édes, a sós együtt, bármi, amit egyszer nem érted, hogy ti magyarok ezt hogy bírjátok megenni. Van ilyen? Az észreveszem, hogy nyilván én mint egy kínai vendégrős észreveszem, hogy magyarok elég keményen eszik, vagy ha sós, akkor elég sósan. Fűszeres, ez nagyon csípős. Hát azért a kínai kaja is elég fűszeres. Ha bemész egy kínai étterembe, hát fűszeres, sós, mondom, hogy fűszeres, de valamivel én nem, abszolút nem eszem a csípőset, azt én láttam, hogy a vendégek elég jól szereti a csípőseket. Igen, de az is fontos, hogy melyik tájegységből való, vagy milyen tájegység konyhája. Egy szecsuáni konyha az tényleg nagyon csípős, de még egy tiencsin, tehát északi, ott nagyon lájtosan főznek. Oké, de mondjuk egy magyar étel, amire azt mondta, hogy ezt te egy héten egyszer eszed, mert imádod a spenót, a sóska, a mági rakás. Azt mondta, hogy ezt nem ismerted, de annyira jó. Vagy annyira rossz, hogy ezt nem tudod megenni, mert nem érted, hogy egy hogy jó, nagyon jó magyar étel van, a sült csülök. A sült csülök. Nem jó, az nagyon jó. Hát ez a te szádból aztán abszolút nagyon jó. A sült csülök. A Hawaii pizza. Szereted a csülköt, tényleg? Nagyon, komolyan? De nagyon, tényleg, imádom. Hogy mindig, ha magyar vendégről megyek, mindig az első gondolat az, hogy együnk egy csülököt. De cuki. Sült csülök. Egyébként tényleg jó. Hát kicsit nehéz, kicsit zsíros, de azért az egy jó étel. Igen. Na, lassan zárnunk kell, szerintem baromi érdekes volt a dolog. Még utoljára arra megkérhetünk, hogy egy nagyon rövid kínai közmondást próbálj nekünk megtanulni, mert ugye a magyar megtanítani, mert a magyar közmondások is híresek lehetnek, de hát azt ugye a világ nem ismeri. Uh-huh. Egy olyan kínai közmondás, gondolom nálatok is van ilyen, nem? Szólásmondás, közmondás, amit mondtok a gyerekeknek, vagy a szülők mondanak, vagy adnak tovább az unokának, és ami egy ilyen életre való bölcsesség nálatok mondjuk Kínában, amit minden gyerek ismer, és úgy indítják el, van ilyen? Nagyon-nagyon sok közmondásak van, de egy olyan magyar közmondás jól tetszik nekem, na, hogy azt mondja, kicsi a hely, sok jó ember elfér. De jó. Mert Magyarország kicsi, de sok jó ember elfér. Akár kínai, akár magyar, akár más népeke, itt mindenki, itt együtt lehet jó. Hogy mondják ezt kínaiul? Kínai? Sa tífang, hogy
容纳很多人 próbáld elmondani egy pekingi kezdeteződésében, ahol egy piros lámpánál olyan 4000 ember indul át a zebrán. Ott mondd el, hogy sok jó ember kis helyen is elfér egyébként. Elképesztő. Elképesztő. És egy kínai közmondás, ami hasonló szellemiségű, és lefordítható magyarra, amit mondjuk ti mondtok a saját gyerekeiteknek, vagy unokáitoknak. Hogy van kínai, például az, hogy nyugtával dicsérd a napot. Nyugtával. Hát nem tudom, hogy fogod kifejezni. Jó, akkor egy kínait mondj nekünk, vagy akár van ilyen kínai, csak hogy megtanuljunk egyet. Ami nem magyarról fordítom kínai, hanem kínaiul jelent valamit. Van közmondása a kínaiaknak? Rengeteg. Most éppen az jutott eszembe, hogy Tianranghai. Tianranghai. A tian az eget jelenti, a ren az embert jelent, a hai az pedig az, hogy harmóniában. Tehát ég és föld, vagy ég és ember harmóniában van. De helyes. Na erre gondoltam. Ezek ilyen egyszerű dolgok. Egyszerűek, de mégis nagy igazságot tartalmaznak. Igen. Na jól van, ügyvéd úr nem emelte a kezét. Hello. Tankori költemény dalolva. Csak egy sor. Na egy sor. Egy sor. Egy tankori költemény dalolva. Én ezt már elfelejtettem. Na, de tényleg? Nem. Egy sor sincs benne? Semmi? Nem. Megkajáljuk bármit. A marhát az égen. Igen. Oké, mennünk kell hírezni. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Cserkész Gábornak is, Harvati Zsoltnak is, és Pingnek is, hogy itt voltatok. Köszönjük a beszélgetést. Jövünk a hírek után, 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan, 9 óra. Füstölt szülök. De annyira cuki volt. Nagyon aranyos. Tök jó arc, abszolút. Egyébként igen. Nagyon, nagyon kis helyes volt. Ping úr. Az ipari park tanács kínai elnöke gyerek. És közben van egy kis kifőzdéje. Hogy ezt elmondta, hogy az mai napig is üzemel rendesen, és közben egyébként ipari park szakértő. Zseniális. Nagyon zseniális. Helyes volt. Na, drága hallgatók, mutatjuk, hogy mi a beugró, jó? Mert hogy hármas ugrást játszunk, majd kérdés-válasz rovatunk után. Úgyhogy jöhetnek a jó megfejtések, csak az meg kell mutatni, hogy mi a feladvány íme. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, hát ez egy jó mix, egész jó dalok vannak benne. Végre igazi zene, nem? Oh. Adhatnánk mindent elejétől végig. Igen. Írjátok meg, hogy mit hallottunk, jó? Ahogy szoktuk volt mondani, 2 darab dalcím és 2 darab előadó az, amire szükségünk lenne. Bármelyiket választjátok, jó nekünk. Küldjétek el SMS-ben, jó? Mit hallottunk, ha szeretnétek hármas ugrás játszani a következő órában. Ez az egyik, ami fontos lehet. A másik, hogy ugye kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, ez múlt héten elmaradt, mert egy hete ilyenkor Kazinc Barcikát tettük boldoggá, és ült minket. Nagyon jól éreztük magunkat egyébként, és nagyon örülünk, hogy ott voltunk. Pont Kazinc Barcikán voltunk, ugye ott nem akartuk ezt megtartani. Elmarad, de most vagyunk, tudunk válaszolni, itt vagyunk, látjuk a kérdéseket, úgyhogy ha van valami, ahogy szoktuk mondani, amit szeretnétek tudni tőlünk, megkérdezni, érdekel benneteket, foglalkoztat, tanács, programajánló, bármi, mindenre nyitottak vagyunk, minden kérdést megpróbálunk megválaszolni. El kell küldeni SMS-ben, nem 9:30. Az már késő. Akkor késő. Most. Van. Jó? Ha van olyan, amiben tudunk esetleg segíteni, vagy szívesen megkérdeznétek, és tudunk rá válaszolni, úgy gondoljátok, vagy mi tudjuk rá, nem a helyes válasz, hanem mi tudunk rá nektek válaszolni. A legőszintébb kérdésfelelők játék természetesen majd az utolsó héten lesz, amikor. Annál őszintébb, annál őszintébb adás az nagyon őszinte lesz. Bármikor is lesz, bárhány év múlva, bárhol, ha egyszer az utolsó lesz. Bárki érte utána a terheket. Nem az könnyű dolog. Az egy őszinte kérdés. Az egy nagyon őszinte kérdés. Válasz lesz, de most is igyekszünk azért annak lenni. Természetesen jó. Úgyhogy jöhetnek a kérdések, mi pedig jövünk a válaszokkal és a játékkal a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
Justin Timberlake, Szala írta, hogy Bali új tipikus sztereója Justin Timberlake. Nem, gyerekek, már nem, én csak irányt mutatok. Én csak megmutatom, hogy mi a helyes irány, és aztán a zenei szerkesztő pedig egyszer azt mondja, igen, Bali, megint. Basszus, megint. Bali, megint igazad volt. Nem, és most már ezeket ő rakja be. Én csak múlt héten behúzogattam, megmutatva, hogy milyen Justin új dala. Sláger lett belőle. Már játsszuk mi is, elkezdte utánunk játszani a Petőfi is. Nem tud, én csak betettem hát múlt héten egy párszor, hogy ez az irány. Most már csak rotációban van. Kérdezem, mi ez a tiriri pénteken? Igen, Szala is jött a Bali új tipikus sztereója. Tiriri. Ön kis Justin Timberlake. Jó, elbírom ezt a dalt egyébként, jó. Jó kis dalocska. Azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Nyugi van. Nincs komoly baleset, hál' Isten. Ugye az M5-ös bevezető a nullásnál az totál K.O., de az ott most mindig az lesz, mert ott terelnek, füvet nyírnak, nem engednek föl a nullásra, tehát az napokig állítólag ott. Annak ott vége van. A Foti Osan után fut felé vadul gyűjtik a forgalmit az NKH-sok, ugye ezt már olvastam, Petya írta nekünk. 86-os kilométernél a hídról mérnek a rendőrök, Hegyeshalom felé mindenki vigyázzon. Valamint állítják a három lábút a József Attila lakótelep szélén a Távíró utcában, 30 km/h lehet csak haladni, úgyhogy mindenki vigyázzon. 10 perccel ment össze egy Suzuki egy másik autóval a Nagykörösi befelé, alakul a dugó, Mónika küldte nekünk. M5-ös bevezető Nagykörösi úton három autó ment össze. Ez ugyanaz, mint az M5-ös bevezető, igen. Nagy a torlódás. Ez a Suzuki Opel és Honda fajtalankodott. Az 50-es tábla előtt. Ez jó, ide jó vagy. Másba csúsztam. Bizony, úgyhogy vigyázzatok. Jó, M7-es Balaton felé a Pákozdi Pernőnél trafi. És... azt mondja, hogy répcelak után Belet felé kamion a kukorica földön pihen. Úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. Nyilván nem törni akart néhány csövet. Valószínű, hogy nem ez volt, igen. Hát ez jó nagy fos, írja valaki. Igen, nekünk! Ez még másik számra jött. Ezt nem értitek ezt, még, nem vagytok most még kész. Megint előre mutató vagy? Én nem, Justin. Hát figyelj, jó kis dal ez. De persze nem kell, hát most nem kell mindent szeretni mindenkinek. Persze, hát érted. Majd megszeretjük, annyiszor fogjuk még hallani. Mondd, már nem miattam. Kinek már nem a miattam. Beluga, kinek a kenőmájas, nem? Kinek a löncshús, kinek a biesz. Srácok, a tegnapi bécsi AC/DC koncert nagyon ott volt. Axel oda rakta magát rendesen. Lemaradtunk öregecskén, ezt is elfelejtettük. Uh-huh. Pedig bécsi kikocogni azért nem olyan nagy. Nem olyan nagy áldozat. Én megmondom őszintén, igazából én a Guns élén vagyok kíváncsi Axelra, az AC/DC élén én Brian Jonesra vagyok kíváncsi. Tehát azt már lőheted. Hát ez az... Az már jeszedetben, annak már vége. Ez az tesó. Igen. Na, egy-két kérdés, egy-két válasz gyorsan csak. Jó, hogy mit szeretnének tudni hallgatóink. Két hete nem hagy nyugodni, hogy azokat a Kowalski CD-ket rendeltetésüknek megfelelően is szoktad-e használni, vagy csak fedőként, alátétként, kérdez egy hallgató, konkrétan ma reggel újra. Nem, tegnap csináltam Zabot, és lefettem feltűnt, megint. Feltűnt, hogy átváltozott kis tenyére? Mire bementél? Nem, mi? Nem, hát észre sem. Nem, pedig átváltozott. Kowalskivel fettem le az abomat, és mire átértem, visszértem már kis tányér volt. Bement a kis Rodolfo én. A kis Rodolfo. Átváltoztatta a kis Rodolfo azt a egyébként kiváló Kova CD-t. Abszolút. Ezek, tudod, kis tányérre. Ezek az apró kicsi részlet, én csak nagyban tudok gondolkodni. Nem tudok ilyen pici apró részletekkel egyszerűen foglalkozni. Nem is vettem észre. Most már az majd kimegy, vagy te kimész, és a Jani mondja, hogy na, megyek meg, mit csinál. Megy és elpakol, föltakarít, átcsere. Leveszem a szépen a csészét tetejéről, a Kova CD-t letörölgetem, rárakok helyette egy kis tányért. Egyébként van, amikor néha rá is melegítek. De és aztán, mondtad. És aztán is tök jó arc egyébként, mert beüntelen, és azt mondja, hogy ez is milyen jól sikerült. Hallod, hogy előttetlen engem. De jó hát, vagyok. Tök ösztönösen csinálom, de marha jó lett. Ez az ap. Csillan, nem is emlékszem, hogy tettem be reperlek már. Na, megyen, jó vagyok. És ez a narancskarika színére, akkor milyen kis gusztusos. Mikor raktam rá? Tegnap jöttem az a Svájcból, közben hallgattam a letöltött adásokat. Annyira belefeledkeztem, hogy még SMS-t is írtam, de a ráadás az akkor volt, mikor hívtátok a naphallgatóját, pont megszólalt a telefonom, még belekiabálta, hogy Morning Show. Kiderült, hogy ügyfél volt. Ráadásul mindez délután, az milyen, nem? Lehallgatod, visszahallgatod az adásokat délután, de üvöltesz. Kovács Áron készíti már nektek helyet novembertől a Rock Rádión? Hát... nem hiszem. Hát... Áron a Rock Rádióban. Igen, a reggeli műsort csinálnak, hát. Így van.
amíg rá nem jön, hogy a reggel az egy más sztori. Mármint koránkelés szempontjából, mert az Áron egyébként kiváló rádiós, de majd azért, amikor egy hónap után elmúlik az úgynevezett első lendület, és szól az óra 4:40-kor, azért az egy keményebb történet. De Áron vasból van, ő lehet, hogy bírja. De drága partnere, ugye Szilike is ott van, akivel én együtt szoktam zenélni, Bűdi Szilárd, te is ismeritek, ugye tévés, bemelegítős ember. Ő minden egyes alkalommal, amikor mi találkozunk, eddig megkérdezte, hogy azt ti ezt hogy bírjátok, hogy én fő nem kelnék. Na most mégis, hát majd egy darabig. Hát ez van. Átmehetnénk egyébként minden további, a kompatibilitási problémák nem lennének, hiszen Orsi is ott van. Hát nézd, azért nekem egész reggel Oszciánt kéne hallgatnom, azért én tökön szúrnám magam. Nem, meg lenne egy Akela. Oszciánt. Hát ugye nagyon nagy magyar zenei vállalásunk van, tehát hogy irdatlan nagy mennyiségben kell magyar zenét játszani, amivel nekem semmi bajom, de két pokolgép slágerre engem elüldözöl egészen a legelső pókjárásba. Ördögszekérbe gurul. Megtérnél kivetközni a magadban 3 hét múlva Kárpátia pólóban ülni, akkor meg én állnék fel. Nem, a Kárpátiában egész biztos nem, ennek más egyébként ideológiai okai is vannak, hogy miért nem ülnék. Nem csak a zene miatt nem ülnek, de igen, szóval, hogy értem én az Akela farkas farsangot, de azért pont nem harmadszorra. Egy darabig ganszal elütnéd, minden második egy gansznóta lenne. Az egy bokros tendődő, miért nem tudtál odafigyelni az utóbbi 15 évben a magyar rockzenére, vannak azért más zenekarok is. Az Akelen, az Osztiánon és a pokolgépen kívül. És jók. Jó, hát ezek én, akkor én amikor a magyar rockot hallgattam, akkor még Akelát hallgattam. Jani, tudsz jobb szólót mondani, mint ami a pokolgép háború gyermekében van? Írja nekünk, Attila. Hát azért akad, de nagyszerű szólóról van szó természetesen. Bali, tudtad, hogy Rokko csak 161 cm magas? Nem, de köszönöm az információt. Megbuktam matek érettségi, mit tegyek? Kérdezi egy hallgató. Hát készülj a pótvizsgára, van pótérettségi, ugyanúgy. Amikor mi érettségiztünk, akkor ugye sokat emlegették a szeptemberi pótérettségit. Na most, ha viszont te szeptemberben pótérettségizel, akkor arra az évre elszáll a felvételid? Ugye? Mert hát neked közben nyáron szerintem azért már utána valahova fel kéne vetetned magad. Hogy volt? Akkor azzal ijeszgettek. Akkor azzal ijeszgettek, hogy az oké a szeptemberi pótérettségi, de akkor abban az évben te már ugye nem nagyon tudsz jelentkezni. Egy év pihi. Hát, hogy mit tegyél? Nézd át a matekot. Szerintem az mindenképpen hasznos. Nem? Igen, mit tegyek? Én átnézném. Igen. Szóval én leülnék egy kicsit. A zöld könyvet. Ha még van ilyen, hogy zöld könyv. Szerintem a mai generáció már nem ismeri ezt a zöld könyv fogalmát. Úgy végighúzni a nyarat, gyerekem, hogy tudod, hogy ősszel még van egy kör. Nekem erről nem esély. Hányszor volt ilyen? Hát, matekból háromszor. Egy egyszerre mentél át az estén, mi? Bukó voltam. Igen. Nagy csúnyat. Mi a véleményetek a golyát megkínzó, megölő kölykökről? Még kiskorúak milyen büntetést érdemelnének szerintetek? Mostanában elszaporodtak az ilyen jellegű kegyetlen állatkínzások. Miki. Én nem tudom, hogy ez mostanában szaporodott el. Szerintem az internet miatt, és a fotók miatt, és a Facebook miatt, és a telefonok miatt szerintem ez most kap nagyobb nyilvánosságot. Én nem gondolnám, hogy olyan nagyon nagy baj lenne a mostani fiatal gyerekekkel. Szerintem azért állatkínzó, a hatalmukra ráébredő, és a hatalmukat állatokon gyakorló gyerekek voltak egyébként a mi fiatal korunkban is. Csak az, hogy ott van a neten, hogy lefotózzák, hogy azonnal ügy van belőle, hogy egy nap múlva megtalálják, hát régen erre esély sem volt, mert nem volt Facebook, nem volt közösségi oldal. Nem tudtál róla, nem tették föl, nem találták meg. Tehát én nem mondanám, hogy a mostani generációval van egyébként egyfajta baj. Bár az agresszió mértéke sokszor nem olyan, mint a mi korunkban. Erről pont tegnap előtt beszélgettem, figyelj, és 40-50 éves emberek mondják azt, hogy szinte aki faluról származik, ott mindenki vagy ő maga kipróbálta, vagy volt az ismerősének, vagy van olyan ismerőse a béka cigisztetését, amikor ugye egészen odáig szív a gyújtott cigit. Hogy, igen. Hogy kipukkad a béka. Nekem is van olyan ismerős, aki ezt megcsinálta, úgyhogy én is láttam. Igen. Csak a béka volt, meg a gólya összevetése, mert itt ugye most arról van szó, hogy a szegény gólyát ott gyakorlatilag szadista módon nyírták szörnyű, ki, tehát lábert nem persze, is akarom szörnyű, sorolni. Szörnyű. Szerintem a vidéki emberek egyébként konkrétan a falusiak, meg azok, akik egyébként állattenyésztésből, mezőgazdaságból élnek, sokkal nagyobb tiszteletre közelítenek az állatokhoz, mint általában a városi emberek. Nekem a kezem lábam eltörte volna apám, hogyha bármilyen szinten is bántottam volna, mint a tyúkjainkat, vagy ilyesmi, hogy megtudta volna, hogy egy állatot megkínoztam. Egyébként, hogyha meg konkrét büntetésről kérdezel minket, hogy mit tennénk ezekkel a gyerekekkel, én konkrétan azt tenném, hogy az egész nyarukat ott kellene tölteniük a Hortobágyi Madárkórházban, hogy
lássák ezeknek az állatoknak a szenvedését, a gyógyulását, és hogy picit itt átmozgatni bennük. Tehát nem úgy kellene büntetni őket, mint hogy általában, tehát ez nem ez, amit én is mondtam, között laboratórium, meg így akármi, meg börtönbe vele, meg hogy hívják, nem. Olyan helyre kéne őket tenni, ahol emberséget tanulnának. Hát a börtön az nem, én ebben nem hiszek, szóval, hogy az. Hogy ott emberséget tanulsz. Meg az sokszor csak ronnak. Hát állatkínzásért azért ma nagyon kevesen kerülnek még börtönbe. Pénzbüntetés van, eljárás van, hát ezt is lehetne azért szigorítani. Amikor már egy felnőtt csinálja, például egy lóval, egy kutyával, az engem sokkal jobban felháborít. Nem akarom erre azt mondani, erre a Goya sztorira, hogy ez egy fiatalkori kilengés volt. Nem. Mert nem lehet, de amikor azt olvassuk. Egy sérült madárra, aminek elmondta, hogy nyilván nem lehet. Amikor felnőtt emberek úgy tartanak állatot, na abban az van igazat, hogy ott falun például átment az egyik gazda a másikhoz, és elvette a lovát. Nálunk volt olyan a faluba, nem adott neki rendesen enni, átvitt, és mondta, hogy majd, ha megtanultál vele bánni, akkor gyere érte. És ez a jó magatartás, ez a jó viselkedés. Igen, azon biztos, hogy lehetne szigorítani, hogy elrettentőbb ereje legyen, ha te felnőttként vagy gyerekként megkínzol egy állatot. Hát ma mi tart vissza? Semmi, kapsz 50 000 forint pénzbüntetést, még van, amikor azt hallott, hogy a lovakat is visszaadták, éheztek a lovak, lesántultak, férgesek voltak, kólikás volt az összes ló, befizette egy hónapra, megint visszakapta az összes állatát. Tehát ezzel lehetne szigorítani. Igen. A büntetés az valóban ez, amit Jani mond, szerintem az egy jó megoldás. Gyerekeknél az egy jó megoldás, felébreszteni azt a fajta igen, tudatosságot, vagy azt a fajta magatartást, amivel rájössz, hogy mit okozol, az lehet az egyetlen hatás. Meg hogy lássák azt, hogy micsoda sziszifuszi munka egyébként egy beteg madarat, aki mit tudom én, egy magas feszültségű vezetéknek ütközött, amit megmérgeztek, amit elütöttek, amit paritjával, vagy nem tudom, légpuskával lelőttek, hogy annak a rehabilitáció, hogy micsoda hihetetlen munka, és micsoda fantasztikus érzés, amikor ezt a madarat aztán szabad elengeded. Ugye. Bali, mi a sorozat címe, amiben egy ember bent ragad egy városban, és akármerre is megy, sehol nem jut ki belőle. Nők a pult mögött. Nem, kórház a város szélén. Nem, Guldenburg a köröksége. Ez nem a városban van. Ez a Wainworld Pines nevezetű. Egyébként nagyon gyenge sorozat szerintem. Egy évadot élt meg, nem túl erős. Tele van buktatóval, logikai bukfencel, ellentmondása, nem egy jó sorozat. Ha valakinek van ideje rá, akkor nézze meg, sokkal jobb sorozatok vannak szerintem, mostanában is, de nem erős. Nagyon-nagyon jól indul. Jól indul, és aztán egy nagyon-nagyon-nagyon elpon, nagyon fura, nagyon rossz hangulatú valami szörnyűség lesz belőle. El is kaszálták azt, hiszem, nem is lesz. Lesz belőle másik. Ne csináld, komolyan. Valakik még hisznek benne. Tényleg, én az úgy volt egy ideig, azt hittem, hogy az a vége. Vége van. Azt mondja, hogy azt kérdezi egy hallgatónk, hogy az úr, de mennyi kérdés jelöltek itt közben. A Gyertek át szombat este című műsorban a poénok előre vannak-e próbálva, mennyi az improvizáció? Köszönet, Viki. Semmi nincsen előre azt próbálva. De ez tényleg komolyan fölvetődik valakiben, akit az annyira spontán semmi. Az egész műsor. Nem is lehet. Hogy ez nem lehet. Tehát nem lehet. Ahhoz még igazi színészeknek is szerintem óriás meló lenne ezt betanulni. Nem. Meg annak egyébként, hagyj beszélj egy picit a műsorodról, mert fura lenne a teszárból, hogy az lehet, attól is nagyszerű az a műsor, vagy azért is vezetem. Annyira jó, hogy... Az az egyik, hogy, de várjál, más nem is tudni kell. Szóval, hogy ott a résztvevők, a szereplők is szórakoznak. Nem csak szórakoztatnak, hanem közben szórakoznak is. És ezt nem lehetne úgy, hogy előre meg vannak beszélve a poénok. Tényleg, ott ha röhög egy szereplő, az egy őszinte röhögés, amit abban az a pillanat szült. És ettől fantasztikus az a műsor. Nem, egyébként nem is volt ilyen műsor korábban sem. Voltak próbálkozások, de ez annyira rendben van. És nem Balázs miatt, és nem akarok neki benyalni, mert úgyis elhívná. Mert úgyis meggyőznék a szerkesztők, hogy igenis jó vagyok. Nem kell benyalnom hozzá csontig. Most miattam mondod, ez nincs ezzel baj. Értem én, persze. Meg fel annyit kérek, mint más, úgyis hívnak. Jani, én mindenki gázsiát látom, negyed annyiért jössz. Na, erre varjatok gombot. Szám szerint mindenki pénzét tudom, negyed annyiért vagyok, jó? Legyen ennyi elég, hogy áron alul jössz. Bemondtam neked egy összeget, és te elhitted. Igen, mondtál rá, azóta ennyiért jössz. Hihetetlen. Mások már háromszoros pénzt kértek. Élete, Dombi is ugyanannyi pénzt kap, mint én, csak kosztat és kvártét is kér. És az a sok. Jó, de a Dombi hajat is vágat, abból legalább fog 2000-et. Igen. Abból 2000-et megfog. Annyi. Beügy gyorsan, mondom, Dombikám, megint 2000 zsebben maradt. Jó, van, örülök neked. Vágd csak a hajadat az én kontomra, nyugodtan fodrászkodjál csak. Itt nekem meg... a fodrász kiszámlázza. Magácska meg kicsoda, hát a Dombi anyukája.
Igen, már mindenki ott vágott. Nem, egyébként mindenki ugyanannyit kapja, hogy nyugtasson meg, csak ők euróban. Egy a különbség a gázsit között, és a többiek gázsia között. Jó, ha tudod. Adjatok pár sorozat tippet. Ajajajajaj, hát itt most akkor nagyon sokat kellene, hogy soroljunk. Ha már mondtunk rosszat, mondjunk jót is. Van egy-kettő nagyon jó, én most elkezdtem nézni egy sorozatot, azt szerintem érdemes letölteni. A hidegháborús Amerikában zajlik, orosz és, vagy a szovjet és amerikai titkos ügynökök próbálják egymást behálózni, az a The Americans, az egy nagyon jó kis sorozat, és nagyon izgalmas, már negyedik évad van belőle, és nagyon-nagyon jó. Rá lehet kattanni. Az, ami szerintem jó. A Banshee-nak elindult már ugye egy újabb évad. Megnézni. A negyedik évad, a Banshee-nak az olyan első három évad. Nem akarom lerombolni. Az első háromnak a nimbuszát, tehát hogy így nem merek én hozzányúlni az a dologhoz. Szerintem lehet ebből. Lehet abból még jó. Az első négy évad az nagyon-nagyon jó volt. Én most fedeztem fel egy egészen jónak tűnő sorozatot, nagyon sok idegenkedtem tőle, mert azt hittem, hogy egy ilyen posztapokaliptikus tini dráma az egész, a The 100 az a címe. Azt én elkezdtem nézni, láttam róla. És nagyon jó csavarok vannak benne, tehát nagyon bátor a sorozat, nagyon bátor. Először azt hittem, hogy ilyen kis limonádé lesz az egész, de alakul. Én annak azért még adok egy-két esélyt. Szerintem egy évadot végignézek belőle, aztán majd meglátjuk, hogy hova tudom, kiderül, hogy csak ők most megy a Tüskevár újra. Nagyon jó egyébként. Így van, aztán jön majd a következő évad a Téli Berek. Van most egy nagyon jó, ami a Kennedy gyilkosságot járja körbe, az a 63-11-22. Így kell keresni egyébként. És ez jónak. Elkezdted nézni? Nem tetszik? Igen, Uncsi? Ki vagy rúgó? Uncsika. Szóval az jónak. Ez a cím, hogy 63-11-22. Hát ugye hát a gyilkosságnak igen, a gyilkosság igen. Dátuma. 63-11-22, így kell megtalálni. Nem jó? Ki csinálta most a Csillagok háborúját? Ő rendezte, vagy ő volt a producere. Ki volt most? Egy rendező? Nem, hát a mostani Csillagok háborúját tudom, ő rendezte. Tudom, nem jut ez eszembe. Jézus, de hülyék vagyunk. Most jó belekevertél. Jó, igen, csak hogy akkor ti is velem égetek. Szerintem is, bunkó. 4 hete voltam a nap hallgatója, az ajándékok egy részét megkaptam, az ajándékcsomagúi nem jött meg. Várják még rá egyáltalán? Várjál. Anna mindjárt csekkol, megnézi a fönt vagy a listán, orvosoljuk a problémát. Persze, erre odafigyelünk nagyon. Nagyon sokszor mondtuk egyébként már, hogy mindig fáradjatok türelmesen, mert felgyűlnek mindig ezek a kérések, felgyűlnek a csomagok, és akkor úgy mennek ki postára. Mi leadjuk ugye a névsort, de mindig várni szoktak, amíg összejön egy nagyobb kontingens, és úgy küldik, tehát nem egyenként mennek ki ezek a csomagok. Tehát mindenki várjon türelemmel, mindenki meg fogja kapni azt, amit ígértünk, azt, amit nyert, azt megkapja. Igen, abszolút. Ha meg nem, akkor ezt fogjuk orvosolni. 11-22-63 egyébként, ez egészen pontosan a sorozat címe. Uh-huh. Kérdezi egy hallgató, illetve többen kérdezitek, hát kicsit komoly, de válaszoljunk rá röviden. A Gyöngyösi esetről mi a véleményünk? Hát az elmezavar és az elmeháborodás. Szóval ott én ezt nem is tudom épésszel reálisan megmagyarázni. Ott valami nagyon komoly. Tehát azt ki kell vizsgálni, azt szerintem ki fog derülni, hogy ott egész egyszerűen valami nagyon komoly elmezavar van. Tehát ez szörnyű. Az három szörnyű. Éves gyerek szörnyű. Úgy, egyébként anyagilag rendben vagy, tele a hűtőszekrény, ugye még volt fotó is róla, és hogy éhen halt. Tehát igen, és egyre többször hallasz, hogy nem viszi el orvoshoz, és igen. Majd ő meggyógyítja, és a sámánokhoz viszi, és nem ad be antibiotikumot, és nem akarja, hogy orvos lássa, és nem hisz benne. Ja, tehát itt valami olyan paranoid, skizofrén dolog van, hogy azt hiszed, hogy a világ összeesküdött ellen, és majd te is nem engedett senkit a gyerek közelébe. Szörnyű. Hát de már úgy tudom, hogy előzetesben vannak igen. Egyébként. Nincs is nagyobb magyarázat, hogy valaki egy ilyet miért csinál, mi azok. Védőnőt nem engedték be hozzá, tehát szótlan vagyok az ügyben, mert nem tudsz. Én azt mondani. Nem értem, tudod ilyenkor, hogy azért ez a fajta háló, ez a fajta védőnői rendszer azért egyébként egyedülálló Magyarországon működik, hogy nem lesz ebből előbb ügy, tehát hogy ez hogy nem tud kiderülni, hogy nem veszik észre a szomszédok, hogy nem jelentik be, ha nem engedik be, és gyanúsak a körülmények, hogy nem érkezik meg oda valaki, aki már előbb tesz feljelentést, vagy előbb szóvá teszi, vagy tudja a hatóságot riasztani. A védőnőnek nem kell jeleznie valahol, hogy őt nem engedték be, mert azt hiszem, itt az van, vagy az volt hát ebben az ügyben, nem tudom pontosan, de úgy emlékszem. Igen, a védőnő elvileg azt igen, azt dokumentálja. Persze, aha. Persze. Ha sokszor nem engedik be, és nem nyitnak ajtót, és gyanús, hát akkor ő azt utána már jelentheti, hogy ne. Nagyon kemény. De szörnyű, igen. De nem is értem, nem engedik be, és akkor mi?
kétszer nem engedik be, harmadszorra hát már nem teszek bejelentést, nem szólok igen. valakinek, nem viszem a hatóságot. Tehát hogy történik ez úgy a szemünk előtt, hogy elküldik a védőnőt, hát jó, nem engedtek be, háromszor nem engednek be, azért az már gyanús. Közben hallották a szomszédok, hogy sír a gyerek. Szóval, hogy szörnyű. Szörnyű az egész. Jött például, hát azt látod, hogy alul táplált egy 3 éves rokon, nem jött oda meglátogatni, hogy őket sem engedték be senkit. Engem annyira lehangol, ez lapozzunk. Persze, én egyszerűen nem tudom fel, én az egészet nem tudom felfogni. Tehát, hogy nem tudom értelmezni. Igen, de hogy a gyerekvédelem, a gyámügy, a védőnő, nem tudom, hogy ez hogy nem tud ki előbb kiderülni. Nagyon sok ilyen eset van, amikor már sajnos akkor derül erre fény, amikor már ugye baj van, vagy megtörténik a legrosszabb, és közben kiderült, hogy éveken át próbálták valahogy elezni. Ugyanez, a családon belül bántalmazás, és olyan ostoba dolgokat lehet hallani. Hát jó ember volt a Józsi. Mert mindig nagyon udvarias volt. Én is kaptam egy két pofon gyerekkoromban. Hát mi van abban? Ilyenek, tehát hogy szörnyű. Tehát ilyenkor tényleg oda kellene figyelni azoknak a barátoknak is, azoknak a szomszédoknak is, hogy jelenteni kéne, vagy valami, vagy rájuk. Nem tudom, de valamit kéne tenni ellene. Ezek jelek nélkül ezek a dolgok nem történnek. Igen. Na mindegy. Jani, megvan Nikó dobverője a 2014-es Maiden koncertről. Tudsz segíteni aláírni vele a Voltan? Köszi, Robi. Robi, nem tudom. Én nem fogok sajnos olyan közel kerülni hozzájuk. Nem is vissza voltra, nem? De mész? Hát mindenképpen meg akarom nézni, de sajnos nem fogok nagyon közel kerülni. Azért volt már ilyen alkalom. Emlékszem, amikor Steve Harris-szel beszélgethettem egyszer az E-klubban, de jó volt az. Tehát óriási élmény, hogy fantasztikus volt ekkor a zenészekkel találkozni, de én már olyan közel nem kerülök szerintem hozzájuk, hogy aláíratassam a Nikóval a dobverőjét. Hát, ha valaki meg bevisz hátra, és akkor ott oda keveredsz. Hát, vagy nem? Amikor mennek fel a színpadra, megpróbálom hátulról egy tarkon dobni. Nem, elkapod a lábát. Elkapod a lábát, és felhúzatod magad a színpadra, igen. Na jó van, drága hallgatók, köszönjük szépen. Még egy nagyon fontos, Jani, mi a kalifa, mi a véleményed? Nem rossz egyébként, nagyon kedves, szimpatikus libanoni lány. Én akkor cserébe ajánlanám neked mondjuk Lupe Fuentes-t. Ó, egyet-egyért. Persze, így van, a jövő héten folytatjuk. Igen. Na jó van, oké, köszönjük a kérdéseket, jövő héten folytatjuk, jó? Csit még láttam hozzászólásokat. Játszunk, itt van már is egy hallgatónk, hármasugrás, játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kálmán! Hello, sziasztok! Szia! Jó reggelt, Kálmán! Jó reggelt! Honnan hívtál minket? Szombathelyről telefonálok. Szombathely. Nemrég voltatok itt. Találkoztunk? Nem, sajnos nem tudtam kivenni. Nem? De miért nem jött? Dolgoztál? Biztos dolgoztál. Így van. Mit csinálsz? Egy vasúti cégnél vagyok, úgymond hivatalosan építményi szakaszmérnök pozícióban. Jól hangzik. Igen. Mit jelent valójában? Hát az, hogy alám rendelt vonalakon az építmények felügyelete, karbantartása, felújítás, szervezés, meg ugye itt az emberek koordinálása. Az jó. Többre akarja. Ezerszer elmondtam már. Hárman dolgozzanak, egy nézzen. Ne egy dolgozzon és három nézzen. Hát állunk, nem ez a munkamorál. Persze. Na, azt mondja, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyed. Gyors a véglete, nem lesz ez nehéz. Jó, hétvége van már, úgyhogy... De ez az, persze, már pénzük van. Melyik királyunk uralkodás alatt játszódik az Egyszer volt Budán kutyavásár című népmese? Majtás király. Így is van. Így van, menjünk tovább? Menjünk, persze. Melyik világhírű rendező filmjei a Kapjál, ha tudsz, a Terminál és a Világok harca? Hú, azt tudom, hogy a Tom Hanks játszik benne. Ütöd a Kapjál. Gépet, ahogy hallom. Így van, hát próbálom. Igen, ebből kettőben. Steven Spielberg, ugye, van. Ha jól emlékszem. De nagyon ravaszul a gépítését, beszéddel próbáltad. Ügyes. Álcázni, hogy ne halljuk meg, de meghalljuk. Köhögni mégse köhöghetek. Igen, meghalljuk. És a végén mit mond, ha jól emlékszem, hiszen már egy másodperce nem néztem a képernyőt. Tényleg, ez a jól emlékszem, ez mekkora kamuduma volt. Úristen, Atyaisten. Hát titeket hallgatlak, úgyhogy van honnan meríteni. Na figyelj, viszont akkor a harmadikra gyorsabban kell válaszolni, mert te van. Mit jelent a Kálmán? Maradék. De nagy vagy, és tudod. Tudtad? Tudtam. A misztorimból tudtad, vagy magadtól tudtad? Hát a nevem jelentése. Éj. Mert
csak a sztoria. Hát van egy tapsoltató fiunk, akit úgy hívnak, hogy Kálmán. Ezt elmesélte. Igen. Szenzációs. Egy 150 centi, nagyjából ugyanannyi kiló, hózentrogeres gatyákba rá, óriási dumája van. Iszonya aranyos. Igen. Te most így látok engem, vagy mi? Nem. Te is így nézel ki? Így betalált? Te így nézel ki? Te is? Nem. Én kisportolt... Most mit mondják? És ő tapsoltatott a Szép című műsorban, és a Szép című műsorban előjött egy ilyen nevek jelentése, és mit jelent a nem tudom, a akármilyen név. És kiderült, hogy a fenséges, az isteni, a gyönyörű, az eljövetele, nem tudom. És hazament szegényként megnézni, hogy a Kálmán mit jelent, és nagyon örült, hogy ő megnézheti a saját nevét, majd rájött, hogy maradék. Maradék. De ugye egyes forrásokban azt jelenti, hogy életben maradni, úgyhogy ez jobban hangzik. És másnap mondta olyan szomorú, hogy ő megnézte a saját nevét, és mondom, Kálmán, na igen, maradék. Na jó. Sírtuk a rögést. Sírtam rajta. Tündér emberként. Igen, Kálmán, mint maradék. Jó, harmadik kérdés, akkor jöjjön. Ki ez a magyar mellúszó, aki a szöuli olimpián csak egyetlen századdal maradt le az aranyéremről? Csalati. Nem. Szöul. Szöul, hát tudod, Szöul, tudod mikor Szöul? Megmondom neked, 88. Ja, ezt nem tudtam. Csalati, hát ő akkor még nagyon. Igen, ő Güttler Károly. Igen, az ezüstember. Mert nem tudtam. Rózsa Norberttel versenyzett együtt, akkor aki a világon egyébként ilyen egyeduralkodó volt ugye mellúszásban, és Güttler Károly egyébként, ha nem akkor versenyzik, meg nem akkor születik, hanem egy pár évvel korábban, vagy pár évvel később, akkor rommá nyeri magát. Ki hív? Vedd föl, várjál, meghallgatjuk, vedd föl! Ja, nem. No, az ki hív? Kérdezz meg, hát ha valami forgalomirányítás, vagy bármi, ki hív, valaki csörög? Nem, forgalat nem irányítás, lent a fiúk csörögnek föl, hogy... Hallanak. Güttler Károly, ja. Mondd be, hogy Güttler! Ekkutad, azt mondják, ekkutad. Jaj, óvatosan, elküldted, ez nem értetük rendesen, elküldted. Nem úgy hallatszott? De abszolút, elküldted, igen. Na, bumozzunk egyet, jó? Mennek az ajándékcsomagok, figyelj! Jó. Azt a mindenit neki! Azt a mindenit! Hát, erőmérő kiasszem! Megrepett az aszfalt, amit most terítettetek. Mekkora bum volt ez? Azt a mindenit! Nálam jelez! Nálam is! Is. A nálad fog után is. Már piros! Megáll az eszem! Anna? Ja, most már nem! Annánál is jelez! Van egy ajándékcsomag! Köszönöm! Ez a gép, ami olyan régen adott már. Olyan régen adott. Ketten berohantok, hogy valami gond van a főnök, mert... Rossz gombot nyomtál meg. Nem, csak valaki lopja a gázolaj. Oké, Kálmán. Már csak a neved miatt is van egy ajándékcsomagod, de nem emiatt természetesen. Nyertél a szoftver, adott. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök. És hát kik vagyunk mi, hogy felülbíráljuk a szoftvert, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, köszönöm. Ciao. További szép napot, sziasztok, hello. Hello. Ilyen ordítás volt. Nagyon jó. Milyen bummat nyomat. Fél 10 múlt 5 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, pontosan 4 percről. Mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Beszélgettünk egy újfajta átverésről, lehúzásról. Ugye, hogy idős emberekhez ülnek be az autóba, hogy ültetik be maguk mellé az idős embereket, és verik át őket. Egészen elképesztő történetet kitalálva. Arról beszéltünk, hogy kit hogy vágtak már át, kitől hogy próbáltak pénzt kicsalni. Hát hihetetlen, ahogy csinálják. Kórházat keresnek, beültetik, hamis pénzt mondanak, közbe kifizettetnek 100 000 forintot, és már sok-sok milliót csaltak ki idős ártatlan emberektől. Egy pénzzel komplet... azt mondanád, hogy ebbe te nem mész bele soha, igen. És lám egy csomó, valahogy, igen. Valahogy mégis működik. Így van. Illetve vendégeink is voltak itt a Morning Show-ban 8 óra után egy hát komplet kínai delegációval beszélgettünk, és megismertünk nagyon helyes embereket, mert hogy itt volt velünk, ő volt a leghelyesebb, ugye, hát Pingur, az ipari parktanács kínai elnöke, Cserkész Gábor, aki egyébként a kínai művészeti központ elnöke, és egy nagyon szigorú ügyvéd, és is jött velünk, aki néha emelte a kezét, de aztán megpuhítottuk, hogy a Kínáról, a Kína-magyar kapcsolatokról, illetve arról beszélgettünk, hogy ők mit gondolnak rólunk, mi mit gondolunk róluk. Nagyon helyes ember kiderült egyébként. És hát sok közös van. Többek között, hogy megtudtuk a nyelvünk is például. Igen, meg hogy imádja a sülcsőköt, és készítettük egy közös képet vele, ami dübörög a Face-en is, hát, meg az Instán is. Imádják. Jó. Egyébként tényleg imádnivaló ember. Úgyhogy hogy azt, amit láttok a képen, azt tapasztaltuk mi is, hogy nagyon-nagyon jó fej, nagyon veszi a lapot, és hát
Igen. Nézzétek meg azt a képet, és lájkolját, aki nem lájkolja, az nem is érte. Na, szóval, hogy erről volt szó, szóval ma reggel ezeket a pillanatokat újra megmentek. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Ma este ott lesztek? Jöttök velünk? Persze. Hogyne, halott pénz. És tudja, hogy miről beszélek. Ezek szerintem mindenki tudja, Csabi, már annyiszor elmondtad délután. De nem csak, hogy a te meghívod, beleírtuk egy fröccs parti, azért aztán... Tudom. Köszönöm a hívószót. Én tavaly voltam, nagyon jól éreztem magam, én lehet, ezt most kihagyom. Nem áll. Ne, ezt most lehet. Hát ez ne. Sok már neki, nincs meleg víz otthon, büdösen nem akar menni, érted, csomó. Megint ott színházba megyünk. Ó, nem már! Mi van veletek? Kulturális nagykövet vagy? Nem tudom, rákattantunk a színházba. Hihetetlen. Emberek játszanak egy színpadon. Érdekes, egészen szerethető műfaj. Mi van? Öt adás után kapsz egy Hugo Boss töltőt. Nem, öt VCS előadás után egy Givenchy parfümmel vár. Kereskedünk neki. Nem tudom, most valahogy így rákattantunk, baromi jó darabokat nézzük meg, és már megyünk megint színházba. Isten ítélet a Vígbe. Nagyon. Szálemi boszorkányoknak egyfajta ilyen átdolgozása. Nagyon jónak tűnik. Komoly darab, de jó. Úgyhogy nem tudok most veletek tartani erre, ne haragudjatok. Meg az úgy tavaly jó volt, és én úgy nem tudom, hogy ezt meg lehet ismételni. Szerintem igen, több koncertre is el lehet menni, meg ráadásul nem ugyanaz a csapat. Én, más, egyébként igen, én ezért nem olvastam el már egy második könyvet. Az első olyan jó volt, a Tüskevár. Igen. Nem gondoltam volna, hogy bármi überelni tudja. Mondták, hogy még a télibereket is mondják, nem, de itt ugyanolyan jó, hogy kicsit más, de ugyanaz nem, írta, címese ugyanaz. Na hát látjátok, így vagyok én a mozival, megnéztem a Kék Lagunát, azt kész. Van még valami ezután? Semmi. Na, de biztos jó buli lesz, menjetek, jó lesz. Jó. Kevésbé kedvelem a halott pénzt, de biztos, hogy jó lesz. Te volt, nem voltál tavaly se, nem Jani? De voltam. Ott voltál tavaly? Ott voltam. De az Ákosos koncert. Nem, ez egy klasszos buli volt tavaly, ugyanekkor, csak akkor Velló volt, aha. Nem voltál szerintem. Akkor én azt mondom, hogy jártudat járatlan érte, el ne hagyd. Én ide sem megyek. Jól lenne, én tavaly emlékszem, hogy kik voltak, de ne azért mondom, nem emlékszem. De akkor nem változtatsz. Nem, tényleg, én biztosra megyek. Na, majd Feri megy, képvisel minket. Meg mostanában Ferenc. Egyre kevesebb barátom van a cégnél. Miért? Megint hazavittél valamit? Megint hazavittél valamit, ami nem a tiéd, vagy mi? Nem. Megint leginkább csak hozott. Igen. Csabikám, ja, mindjárt mondhatod, milyen zenét lesznek. Még nem mondja? Hívjuk a naphallgatóját, csak utána tudod mondani. Jó. Hát nem kell. Ja! És mondani akartam, hogy volt nekünk egy huligánsz játékunk. Mindjárt. Majd figyeljétek a Facebook oldalt, jó? Ott lesz eredmény hirdetés. Jó vagy. Morning Show? Az bizony! Így kell csinálni. Ning Show. Itt vagyunk. Hello, jó reggel, ciao, hogy hívnak? Szia, Gábor vagyok. Hello. Gábor, hát te írtad nekünk ezt a nagyon jó SMS, hogy tegnap jöttél haza Svájcból, hallgattál minket, mármint a letöltött adásokat, és valaki letöltött hívott. Igen, úgy belefeledkeztem, még SMS-t is írtam nektek. Ez nagyon kemény. Azt hitted, hogy élőben ott ülünk éppen. Aha. Igen. És valaki hívott, megszólalt a telefonod? Igen, pont akkor hívtátok ti is ugye a naphallgatóját. Megszólalt a telefonon, pont akkor beleüvöltöttem, hogy Morning Show, az egyik ügyfél volt az. Na, de látod, hogy érdemes többször, mert ma is beleüvöltöttél, ma viszont mi vagyunk. Ma igen, sikerült. Hála Isten, már régóta próbálkoztam. Na, és most jöttél haza Svájcból, mit csináltál kint? Áruért mentem. Ja, csak áruért mentél, azt hittem, hogy egy hosszabb kint. Rolexeket hoz egy kamionban. Igen, azt hittem, hogy hosszabb kint tartózkodás volt. Küldjük akkor neked az ajándékcsomagot. Kétszer kiabáltál, ebből az egyik hasznos volt, úgyhogy megérdemelte jár a csomag, jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi. Ciao, hello. Milyen recept, Feri? Egyszerű kaját csináltam. Egyébként ezt a múlt hétre készítettem, na. De ugye meghekkelték a kis szerkesztőink, elfelejtettük felrakni a dolgot, mert hogy ugye Észak-Magyarországon voltunk, és oda nagyon okosan átszivárgott már sok-sok évvel ezelőtt a jutúró kultúrája, amit aztán most már mindenhol szeretnek. Longalló, töki pompos vagy kenyérlángos. Tehát attól függ, merre jársz az országban, ez a neve, de tésztával együtt, tehát az szépen meg kell gyúrni, nagyon egyszerű a dolog, és akkor én most egy ilyen jutúrosat csináltam, de akinek az túl erős, lehet csak tejföllel is csinálni. Nincs rekékezetek a telefonon, a lángáló. Lángáló, úgyhogy ez a kaja tök egyszerű, tök olcsó, és nagyon könnyen elkészíthető a dolog, úgyhogy kis tepsibe beformult a sütő, nem kell hozzá kemence. Milyen jutúros szapacskát ettünk az Inzbarcikon. Azért nekem is arra jutott eszembe a jutúróról.
Igen. Milyen zenék lesznek, Csabi? Well Hello-t hozok nektek, hát felidézzük akkor ezt a tavalyi koncertet, de ráadásul most van egy friss dal, egy nagyon érdekes, hát ugye azt tudjuk, hogy szövegileg ők nagyon erősek, nem csak zenéleg, hanem szövegileg is. Egy ilyen titkos szerelem, csak nagyon-nagyon modernül, fluorosan megfogalmazva, hallgassátok meg, a Város szemei. Na, végre valami új? Na, nagyon jó. Na, az jó, mert a rakparton meg már behalok meg. Uh-huh. Hát mondjuk annál volt már egy kicsit újabb, tehát több is. Meg. Nem, tök jó, hogy már játszunk újat. Igen. Az jó. Szoktunk. A Város szemei. Na, azért ne túlozzá. Azért az a szoktunk, azért szoktunk újat játszani, azért ne túlozzá. Ne túlozzá. Igen. Értem én, hogy halott pénznap van, de hát azért ennyiszer. Három perc. Mondtam a játékot, hogy halott pénzjáték folytatódik? Köszönjük, Csabi, szia. Mondtam a Ligensz játék eredményhirdetését? Igen. Igen. Elmegyünk 555-55-00, Csabi jön a kívánság műsorral 555. Ja, elmondtam, már elfáradtam. Na, menjetek aztán. Jövünk hétfőn, jó hatkor, szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.